Sok szeretettel köszöntök mindenkit, remélem, hogy láthatóak vagyunk, és nincsen semmi technikai fennakadás. Örülök, hogy itt vagytok. A ma esti vitán, mert egy vitát fogtok látni, azt a kérdést fogjuk feszegetni, hogy vajon létezik-e Isten, létezhet-e Isten, Erdélyi Ágostonnal, aki egy viszonylag ismert egyéniség ateista, agnosztikus körökben. Ágoston 1977-ben született, műszaki főiskolát végzett, és a gondolkodó ateisták oldalt vezeti, és az All Gods Are Dying YouTube csatornát birtokolta, és napokban fejezi majd be, lehet, hogy ez a vita lesz az utolsó állomása az ő ateizmussal, kereszténységgel, vallásokkal kapcsolatos tevékenységének vagy sorozatának. Én Nagy Gergely vagyok, a Kálvinista Apologetikai Társaságtól, református lelkész, a Károli Gáspár Egyetemen vagyok doktorandusz hallgató, és én leszek Ágoston partnere ebben a vitában, amiben tehát Isten létére keresik a választ. Ez a vita egy formális vita lesz, tehát lesznek adott keretei, lesznek biztos keretei, de a vita végén sem menjetek sehová, ezt most is elmondom, és a végén is el fogom mondani, ugyanis ennek az élő videónak a leírásában találtuk egy következő linket, amire kattintva majd a vita végén élőben fogtok tudni minket kérdezni Ágostonnal. Szóval érdemes majd oda átkattintani. A vita menete a következőképpen fog kinézni. Mind a kettőknek lesz lehetősége 15-20 percben nyitóbeszéd formájában kifejteni az álláspontunkat. Majd 2x5 percben fogunk tudni reflektálni egymásra. Ezután a két blokk után 2x10 percünk lesz fejenként arra, hogy egymásnak kérdéseket tegyünk fel, egy-egy részletet tisztázunk az elhangzottak kapcsán, a végén pedig 5-5 percben mindenki összefoglalhatja a saját gondolatait, és záró beszédeket fogunk tudni elmondani. A következő pillanatban én ránézek a YouTube-ra, hogy biztosan működik-e, biztosan megy-e, és ahogy látom, igen, úgyhogy én indítom a saját nyitó beszédemet, amit majd Ágoston beszéde fog követni. Szóval szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, és örülök, hogy csatlakoztatok hozzám, és szeretném megköszönni Ágostonnak is azt, hogy elvállalta ezt a mai vitát az elfoglaltságai közepette. Két dologra szeretnék majd a mai vita folyamán rávilágítani. Az egyik az, hogy véleményem szerint nincsenek jó érvek Ágoston oldala mellett és az ateizmus mellett, és jó érvek szólnak a teizmus igaza mellett, jó érvek vannak a teizmus mellett. Mivel ateista-teista vitát fogtok ma este látni, ezért az olyan kérdések, mint például az Ószövetség Istenének erkölcsisége, vagy a magukat kereszténynek mondó emberek viselkedése, esetleg a Biblia megbízhatósága, tulajdonképpen nem részei a mai vitának, nem kérdések ezek. Ugyanis a vita arról szól, hogy létezik egy olyan Isten, aki megteremtette az univerzumunkat, vagy csak az anyag az, ami létezik, ami van, volt és ami lesz. Én a nyitó beszédemben 4 érvet szeretnék felsorakoztatni az álláspontom mellett. És ahhoz, hogy ma este Ágoston bizonyítsa az ő oldalának igazát, ugye ő kijelentette azt, hogy bizonyítani tudja, hogy Isten nem létezik, hogy bizonyítani tudja az ő oldalának az igazát, minden érvemet tételesen kell tudnia majd cáfolni, és egy meggyőző, legitim és pozitív érvrendszert kell felépíteni, felhoznia az ateizmus mellett. De az első állításomat, amivel kezdtem, hogy miszerint nincsen jó érv az ateizmus mellett, azt ebben a beszédemben nem szeretném megvédeni, hiszen nem tudom, hogy Ágoston hogyan fog érvelni, és nem akarok olyan dolgokat a szájába adni, amit esetleg ő nem mondana a ma este. Így megvárom az érveit, és megvárom azt, hogy mivel próbálja meg bebizonyítani azt, hogy Isten nem létezik. Így a másik állításom mellett szeretnék néhány érvet felsorakoztatni, tehát a teizmus a valószínűbb és a jobb magyarázat a világ bizonyos dolgaira, kérdéseire. Ezek nem kizárólagos magyarázatok lesznek, hanem összehasonlítva az összes többi magyarázattal a legvalószínűbbek,
Tehát valószínűbb, hogy igazak, és engem igazolnak, mint az, hogy nem. Az első ilyen érvem szerint Isten a legjobb magyarázat arra, hogy miért létezik az univerzum. Ezen érvem így néz ki, az univerzum létezésének van kezdete, és hogyha az univerzum létezésének van kezdete, akkor az egy transzcendens, egy univerzumtól független, tértől és időtől független okra vezethető vissza, így tehát az univerzum létezésének transzcendens oka van. Ugye talán mindannyian feltettük már azt a kérdést, bár nem szükségszerű, hogy kauzális választ adjunk rá, illetve determinisztikus választ adjunk rá, hogy miért létezik bármi, miért létezik valami a semmi helyett. És ugye nagyon sokáig az ateisták erre a kérdésre azt a választ tudták adni, hogy az univerzum az öröktől fogva létező mindig volt, és mindig lesz, és így semmi nem kellett, hogy azt létrehozza. Azonban ez mára már változott. Filozófiai és tudományos szempontból is jó okunk van arra, hogy kijelentsük, hogy az univerzum létezésének van kezdete. Ugye filozófiai szempontból a végtelen múlt, a világegyetem, az univerzumunk végtelen múltjának a koncepciója abszurd, hiszen ez azt jelenteni, hogy a múltbeli események száma végtelen, azonban azt még a matematikusok is elismerik, hogy a megszámlálható végtelenek a valóságban nem létezhetnek, mert ezek önellentmondáshoz vezethetnek. Így például a végtelenből nem tudunk kivonni végtelent a valóságban. Tehát a múltbeli események számának végesnek kellett lennie, ha feltételezzük, hogy a múltbeli események valóságosan megtörténtek, így a múltbeli események nem vezethetők vissza a végtelen múltba, így az univerzumunknak kell, hogy legyen egy kezdete. Ugye 2003-ban Arvind Bord matematikus, Alan Guth és Alexander Vilenkin fizikusok bizonyítani tudták, hogy minden olyan univerzum, mely a létezése során tágul, véges múltú kell, hogy legyen, tehát nem lehet végtelen, hanem egy múltban levő téridő határa, tehát kezdete kell, hogy legyen. Ugye mivel még nincsen kvantumelmélet a gravitációról, nem tudunk pontos fizikai leírást adni, hogy mi történt az univerzum történetének első töredék másodperceiben, azonban a Bord-Guth-Vilenkin tétel független ettől. Tételük alapján a kvantum-vákum állapot, mely az univerzum kezdeti állapotára volt jellemző, nem lehet végtelen ideje létező, sőt, még hogyha az univerzum pusztán egy apró szelete egy multiverzumnak, mely számtalan más univerzumból áll, tételük alapján elmondható, hogy magának a multiverzumnak is kezdete kellett, hogy legyen, legalábbis ezt állítja a tételt megfogalmazó Alexander Vilenkin, ateista kozmológus. Természetesen számos spekulatív fizikai elméleti forgatókönyvet próbáltak kidolgozni a kutatók, például a Hur-elmélet vagy a Hur-kvantum gravitáció, melyek zárt időbeli görbékkel rendelkeznek, csak azért, hogy elkerüljék az abszolút időbeli kezdetet, melyet a Bord-Guth-Vilenkin tétel ír le. Ezek a modellek azonban tele vannak problémás elemekkel, de ami számunkra lényeges az az, hogy egyik modell sem kényszerít bennünket arra, hogy a véges múlt lehetőségét elvessük. Vilenkin szerint a kozmológiai modellek semmiképpen sem lehetnek örökkévalóak, és így három modell előtt is bezárja az ajtót, melyekkel az elméletének következményeit próbálták megakadályozni. Ilyen volt az örökinfláció, a ciklikus univerzum és az emergens univerzum. És így Vilenkin az alábbi következtetésre jutott, minden bizonyíték arra mutat, hogy az univerzumnak van kezdete. A világegyetem kezdetét tehát tudományos eredmények is igazolják, és ugye a modern tudomány állítása szerint meggyőző bizonyítékaink vannak arra, hogy az univerzumunk 13-15 milliárd évvel ezelőtt a semmiből jött létre, és volt egy abszolút kezdete, amit ugye ősrobbanásnak nevezünk. Ugye ami ebben megdöbbentő, hogy minden anyag, energia, fizikai tér és az idő az ősrobbanáskor jött létre, ahogyan Paul Davis angol fizikus fogalmazott. A világegyetem létrejötte nem csak valamiféle rendeződése egy korábbi rendezetlen állapotnak, hanem szó szerint minden fizikai valóság a semmiből való létrejötte. Vagy ahogyan az ateista filozófia professzor Quentin Smith írta, a kozmológia központi gondolata, miszerint az univerzum az ősrobbanás során a semmiből jött létre nagyjából 15 milliárd évvel ezelőtt olyan, mintha a teista világnézetre lenne kitalálva. Úgy tűnik, hogy az ősrobbanás empirikus bizonyítékot szolgáltat a kreáció ex nihilo vallásos tanítására. És ami miatt óriási probléma ez az ateizmus szempontjából az, hogy
annak az ateistának, aki elfogadja az ősrobbanás létét, azt kell állítania, hogy az univerzum a semmiből, és a semmi által jött létre, ami nagyjából a varázslással vagy a cirkuszi mágiával egyenértékű gondolat, hiszen a semmiből semmi nem jöhet létre magától okozó nélkül. A kérdés tehát, hogy miért létezik az univerzum a semmi helyett? Honnan származik? Hogy amivel a semmiből nem jöhetett létre, kell lennie egy oknak, ami ezt létrehozta, ami a létrejöttét okozta. A kérdés csak az, hogy milyen ez az ok. Ugye, mivel a teret és az időt létrehozta, ezért tértől és időtől független, okozatlan, anyagtalan létezőnek kell lennie, ami ráadásul erővel is bír. Hogy miért? Mert ugye a tér és az idő okozójának... A térnek és az időnek az okozójának muszáj tértől és időtől függetlenül léteznie, ezért nem lehet fizikai vagy anyagi létező. Márpedig ebből csak kétféle lehet egy absztrakt objektum, például egy szám, vagy egy személyes lény. Márpedig a számok önmagukban semmit sem tudnak létrehozni, így mindebből logikusan következik, hogy az univerzum oka egy transzcendens, értelmes létező. Így a kozmológiai érv igazolja az univerzum személyes alkotóját. Ugye a második érvem, hogy Isten a legjobb magyarázat az univerzum finomhangoltságára, és a második érvem így írható fel. Az univerzum finom hangoltságának oka vagy fizikai szükségszerűség, vagy véletlen, vagy tervezettség. Ugye az ok nem lehet fizikai szükségszerűség, és nem véletlen, így az univerzumunk finom hangoltságának az oka a tervezettség. Ugye az elmúlt évtizedekben a tudósokat szinte sokkolta az a felfedezés, hogy az ősrobbanás kezdeti feltételei pontosan ahhoz voltak hangolva, hogy létrejöhessen az intelligens élet. Olyan pontossággal és finomsággal, hogy az ember észre szinte felfoghatatlan. Ugye ez a finom hangoltság pedig kétféle lehet. Lehet természeti állandók finom hangoltsága, például a gravitációs állandó. Ezeknek a pontossága, amiket nem határoznak meg a természet törvényei, és lehetnek tetszőleges arányok és mennyiségek, mint például az entrópia vagy az anyag-antianyag közti egyensúly az univerzumban. De ezen állandók és arányok egy rendkívül szűk tartományban mozoghatnak ahhoz, hogy az univerzum életre alkalmas legyen. És csak egy példát mondok erre, hogy az univerzumban található gyenge nukleáris erő mértéke csak 10%-on mértékben eltérne a jelenlegitől, nem létezhetne élet az univerzumban. És három magyarázatot adhatunk arra, miért is ilyen finom hangolt az univerzum, ugye vagy fizikai szükségszerűség miatt, vagy a véletlennek köszönhetően, vagy tervezettségből. Ugye a finom hangoltság oka nem lehet fizikai szükségszerűség, hiszen a természeti állandókat nem a természet törvényei határozzák meg. A kérdés már csak az, hogy ha nem fizikai szükségszerűség, akkor lehet-e véletlen? Hugh Ross asztrofizikus kiszámolta, hogy mekkora annak az esélye, hogy ezek az állandók úgy legyenek beállítva, hogy akár csak egy bolygón is élet lehessen az univerzumban, ugye, hogyha 10 a 22-en bolygóval számolunk. Az eredmény pedig az lett, hogy 1 a 10 a 138-on esélye van ennek, ami hihetetlenül kicsi szám, gondoljunk el a 10-es után 138 darab nullát, és hasonlítsuk ezt össze azzal, hogy az univerzumunkban 10 a 70-en számú atom létezik pusztán. Az esély tehát gyakorlatilag nulla, persze ezt nem lehet kizárni, de erre mondhatják a teisták azt, és erre mondanám én azt, hogy nincs elég hitem ahhoz, hogy ateista legyek. Ugye az esélyek egyszerűen ellene szólnak. Ha tehát nem fizikai szükségszerűség, és nem véletlen, akkor a tervezettség eredménye az univerzum finom hangoltsága, így a teleológiai érve egy intelligens tervezőt feltételez az univerzumnak. A harmadik érvem szerint Isten a legjobb magyarázat az objektív erkölcsi értékek létére. Ez az érv így írható fel, hogy ha Isten nem létezik, nem léteznek objektív erkölcsi értékek. Objektív erkölcsi értékek léteznek, tehát Isten létezik. De először is objektív erkölcsi értékeknek azt nevezzük, amik függetlenül attól, hogy mennyi ember vallja őket, igazak. Magyarul érvényesek és kötelezőek minden emberre, függetlenül attól, hogy hiszünk-e bennük, vagy sem, hogy elfogadja-e a többség, vagy sem. Ugye erkölcsi tapasztalataik alapján érzékeljük azon erkölcsi értékek és kötelességeink objektív valóságát, amik mindannyiunkra érvényesek. Például mindannyian tudjuk, hogy erkölcsileg elítélendő, tértől és időtől és emberek számától függetlenül az, hogy valaki halálra erőszakoljon egy gyermeket.
függetlenül attól, hogy mennyien állítják ennek az ellenkezőjét. Ugye a materialista, a naturalista világnézet alapján viszont semmi rossz nem lehet ebben a TED-ben, hiszen az erkölcsi értékeink pusztán az evolúció és a szociális szabályozás következményei. Ugye Richard Dawkins maga is ugyanezt állítja, őt idézem, végső soron nem létezik gonosz vagy jó, nincs más, csak könyörtelen közömbösség. Csak DNS szaporító gének vagyunk, ez minden élőlény kizárólagos oka arra, hogy éljen. Ezzel szemben a teisták az objektív erkölcsi értékeket Istenhez vezetik vissza, míg az erkölcsi kötelezettségeinket az ő parancsolataihoz. A teisták tehát olyan magyarázó alappal rendelkeznek, amellyel magyarázni tudják az objektív erkölcsi értékek és kötelességek forrását, míg az ateisták számára ezek nem léteznek. Így, hogyha valaki úgy gondolja, hogy létezik jó és rossz, akkor alaposan fontolóra kell vennie a teizmus igazát. A negyedik és egyben utolsó érvem Jézus feltámadásához kapcsolódik. A történészek egybehangzó véleménye szerint a názáreti Jézus figyelemre méltó személy volt, aki azzal az igénnyel lépett fel, hogy ő maga Isten, és azt állította magáról, hogy benne jött el Isten királysága, és ezen állításainak demonstrálására állítólag csodákat tett, ördögöket űzött ki. Azonban állításainak végső igazolása szerinte a feltámadása volt. Tehát, ha Jézus feltámadt a halálból, akkor úgy tűnik, hogy isteni csodával állunk szemben, és ez bizonyíték lehet Isten létezésére. A feltámadás maga azonban nem csak hit kérdése, hiszen három olyan tényt ismerünk, amelyeket az új szövetség kutatók elsöprő többsége elfogad, legyenek azok akár ateisták, akár keresztények, és amelyekre a legjobb magyarázat Jézus feltámadása. Az első ilyen tény az, hogy a keresztre feszítése, Jézus keresztre feszítése utáni vasárnap Jézus sírját üresen találták a női követői. Jakob Kramer, osztrák ateista kutató szerint a legtöbb kutató határozottan állítja és elfogadja az üres sírról szóló bibliai beszámolók megbízhatóságát. A második ilyen tény, ami általánosságban elfogadott, hogy különböző helyeken egymástól eltérő csoportok tapasztalták meg azt, hogy az élő Jézus megjelent számukra az ő halála után. Gerd Lüdemann, új szövetségi kritikus szerint történelmileg biztosra vehető, hogy a tanítványoknak olyan tapasztalataik voltak Jézus halála után, melyekben Jézus a feltámadott Krisztusként jelenik meg számukra. Tehát itt a tanítványoknak voltak ilyen tapasztalatai. Ez még nem jelenti azt, hogy feltámadt Jézus, csak ők azt állították, hogy ezt tapasztalták. Hogy ezeknek a megjelenéseknek nem csak a, ezek a megjelenések nem csak a Jézusban hívők számára történtek, hanem Jézus megjelent a szkeptikusoknak, kétkedőknek, és bizony meg is győzte őket ezzel. Aztán a harmadik tény, Jézus tanítványai annak ellenére kezdték el hirdetni a meghalt és feltámadt messiást, hogy minden előzetes felvetés és tanítás ennek az ellenkezőjéről szólt. Ugye a zsidó hitnek nem volt része egy meghaló és feltámadó messiás. A zsidó nép Jézus korában a feltámadást csak a világ végén tudta elképzelni, csak oda tudták ezt helyezni. Márpedig ennek ellenére Jézus tanítványai olyan erősen hittek Jézus feltámadásában, hogy képesek voltak elhagyni mindent, a munkájukat, és akár még az életüket is feláldozták ezért. Ezért írja N.T. Wright új szövetségi kutató, hogy ez az oka annak, hogy történészként nem tudom máshogy magyarázni a korai kereszténység növekedését és elterjedését, csak azzal, hogy Jézus feltámadt a halálból, és egy üres sírt hagyott maga után. Azok a próbálkozások, amiket a laikusok ezen három tény magyarázatára szoktak felhozni, például a tanítványok ellopták Jézus testét, vagy hallucináltak, vagy Jézus nem is halt meg a kereszten, szinte egyöntetű elutasításra találtak az akadémiai körökben. Az a helyzet, hogy nincsen meggyőző, valószínű, naturalista magyarázat erre a három tényre, így úgy gondolom, hogy ez bőven szolgáltat bizonyítékot arra, hogy a kereszténység Jézus feltámadásába vetett hite racionális és valószínű magyarázat. Ez pedig azt bizonyítja, hogy Isten létezik. Tehát négy jó érvet soroltam fel annak bizonyítására, hogy Isten léte valószínűbb, mint a nem léte. Ha Ágoston azt szeretné bizonyítani, hogy Isten nem létezik,
akkor a formális logika szabályai szerint egyenként cáfolja kell a fenti érveimet, de még ez sem elég, hiszen ha minden érvemet meg tudja cáfolni, az még nem jelenti azt, hogy Isten nem létezik, ez csak azt jelenti, hogy én nem tudtam ma este jó érveket felsorolni Isten léte mellett. Tehát Ágostonnak nem elég cáfolni az érveimet, hanem a maga részéről jobb és jó alternatív magyarázatokat kell ezekre adni, és amikkel bizonyítja, és így ezekkel bizonyítani tudja, hogy Isten nem létezik. És amíg ezt Ágoston nem tudja megtenni, addig úgy gondolom, hogy a teizmus a racionálisabb és a valószínűbb álláspont. És itt lesz az alkalma Ágostonnak arra, hogy visszakapcsolja a mikrofonját, és 15-20 perce lesz arra, hogy meghallgassuk az álláspontját. Ágoston, kezdheted, ha gondolod. Köszönöm szépen, sziasztok, kellemes estét mindenkinek. Igen, ilyen formában nagy valószínűséggel most utoljára fogtok látni, de hát ezt soha nem lehet tudni, mit hoz ki belőlünk még az élet. Na, essünk neki ennek az Isten témának, aki ismeri sok videómat látta a csatornámon, annak nem kell nagyon ajánlgatnom sem magamat, sem a témában elfoglalt helyzetemet, sem mindazt az érvet, amit egyébként ott már felsoroltam, ez a baromság ellen, amit Istennek hívnak. Neki esek, igazából azért fogadtam el ezt a meghívást, mert a vitapartnerem ellentétben a hívők túlnyomó többségével tudott stílusosan, normálisan, viszonylagos rendezettséggel fogalmakat alkalmazni és mondatokat megfogalmazni. Ez nagyon-nagyon nagy előnye a többi hívővel szemben, aki hozzám vagy velem szemben fordult, és ez szuperül bejött most is. Én nagyon szépen köszönöm neki ezt a felvezetést, csodálatos volt. Én először egy másik megközelítésből indulnék, és aztán majd kilukadok oda, ahol ő is volt. Picit hadarni fogok, mert az idő az eléggé szűk. No, át kell tekinteni egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon egyszerű dolgot, ami felett minden hívő elsiklik szándékosan, vagy nem szándékosan, ez pedig a koherencia, az a fajta megközelítés, hogy amilyen dolog létezik a világban, az nem lehet ellentmondásban önmagával. Amikor az emberiség elkezdett gondolkodni azon először, hogy mi van körülötte, akkor még nagyon-nagyon-nagyon kevés tudással rendelkezett a világ működéséről. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas puzzle-t a valóság elemeiből, amit az emberiség megpróbált kirakni, de ez nagyon-nagyon sok kétséget, kérdést ébresztett benne, és eleinte nem tudott magyarázatokat adni, miért vannak viharok, miért vannak villámok, és a többi, és a többi. És... ma már a pszichológiának köszönhetően pontosan tudjuk, hogy az akkori félelmek és érzések váltottak ki olyan meseszerű lényeket az emberekből, amik az ő szüleikre emlékeztették őket, azokra az atyáskodó figurákra, akik vigyáznak rájuk, akik megmondják, mi a jó, akik megmondják, mi a rossz, akiknek feltétlen engedelmességgel kell lenni, és akiktől rettegni kell, mert óriási hatalommal bírnak, és akár pusztító árvizekkel mindenkit kiírhatnak, jaj. Ebben a helyzetben, azzal a kevés tudással, amivel az emberiség annak idején rendelkezett, és itt ezen van a hangsúly, ez az elgondolása Istennek koherens volt. Ez beleillett ebbe a világképbe. Csak hogy közben eltelt az idő, és amikor a vallásoknak, az egyházaknak a hatalma kiteljesedett durván a sötét középkorban, amit nem véletlenül hívunk sötétnek, akkor tájt kezdett el a kétség is megfogalmazódni, és jöttek a problémák, mert kezdett kiderülni, hogy mondjuk a gyógyítás folyamatában az Isten, az imádkozás és hasonlók azok nem vesznek részt, nincsenek hatással rá. Kezdett kiderülni, hogy tulajdonképpen a papság tagjai azok, akiknek a legerkölcsösebbnek kéne lenni, azok tulajdonképpen nem is annyira erkölcsösek. És az egész dolog kezdett repedezni, majd elérkeztünk a tudománynak egy olyan pontjára, amikor az egyház azok és az egyháznak a képviselői, a vallások képviselői tovább már nem beszélhettek koherenciáról, már nem mondhatták azt, hogy nincsenek ellentmondások, hanem el kellett kezdeniük halandzsázni, mellé beszélni, és a régi, bevált, megszokott halandzsákat úgy beállítani, mintha az bármilyen jellegű, konkrét jelentéssel bírna, és miközben csak teljesen kitalált, ősi, meseszerű babonák és hülyeségek. Lesz még alkalmam ugye később megcáfolni mindent, amit vitatársam itt felvetett, de szeretném mindjárt az elején hangsúlyozni, hogy az univerzumnak van kezdete, és ezért transzcendens oka kell, hogy legyen. A transzcendens szó mintössze annyit jelent, hogy valamin kívülálló dolog, tehát számára az univerzumon kívülálló oka kell, hogy legyen annak, hogy ez az univerzum szerinte a semmiből jött létre, és
a transzcendens szó ezen kívül semmit nem jelent, minden más, amit hozzáfűz, az halandja. Az univerzum az, hogy semmiből jött létre, a semmi egy nyelvi fordulat, megint csak egy nyelvi eszközünk, ami pontatlanul fejezi ki annak a tartalmát, ami ott és akkor is valójában történt. Az, hogy ő azt képzeli, hogy az űr vákumában, azt, ha ő semmi szóval illeti, akkor ott semmi nem történhet, ez az ő személyes problémája. Ami mindössze arról szól, hogy tudatlanság. Később vissza fogok rá térni, és meg fogom mutatni, hogy valójában hogy is van ez a dolog. Aztán volt itt szó még mindenféle esélylatolgatásról, finomhangoltságról és egyéb dolgokról. A finomhangoltság is egy nagyon egyszerű probléma egyébként. Valójában nem tudjuk, hogy az adott változó kombinációinak melyik változata okozna egy normális világot, és melyik nem. Az tény, hogy ha csak az egyiket megváltoztatod, akkor széthullik az egész, de az, hogy ezeknek a kombinációja mit eredményezne, arról halványul a fogalmunk sincs. Tehát megint csak arról van szó, hogy nem tudunk valamit, tehát az Isten majd megmagyarázza. És így tovább, és így tovább, a többire majd még visszatérek. Az más jellegű téma lesz. De most térjünk vissza ez az Isten dologhoz. Tehát addig a pontig, amíg mondjuk nem tudunk az evolúcióról. Az evolúciót megelőzően minden tudós tévedett abban a tekintetben, hogy hogyan határozta meg az állatoknak a fajtáit, hogyan használ a növényeknek, állatoknak, az élőlényeknek a fajtáit, mit tekintett egy fajnak, mit nem, és milyen összefüggéseket látott közöttük, és mit nem. Megint csak az emberi gondolkodásnak az első próbálkozása. A különböző fajok tagjait, akik egymással képesek voltak szaporodni, és más egyedekkel meg nem voltak képesek szaporodni, ezeket nevekkel illettük, és azt gondoltuk, hogy ezek egymástól teljesen független kategóriák, egymással semmiféle kölcsönhatásban soha nem is voltak, tehát külön-külön kellett őket mondjuk, ugye az istenkének, akit mi magyarázatnak elfogadtunk, megteremtenie. Ma már tisztán tudjuk, hogy nem erről van szó. Minden egyes lény valakivel közös őstől származik, hatalmas nagy tömegű lények egymástól elszakadva, földrajzilag egymás között szaporodva, sok-sok apró változáson keresztül értek el olyan pontig, amíg a két csoport már nem tudott egymással szaporodni, és így tovább, és így tovább. Az evolúció elmélete egy csomó minden olyan dolgot megmagyarázott, amit egyrészt a vallás nem tudott, másrészt tudjuk is, hogy tévedett ebben a tekintetben. És ezen a ponton elérkeztünk egy olyan helyzetbe, amikor olyan baromságokat nem lehet mondani, hogy első ember pár, meg hogy az állatok felsorakoznak Ádám előtt, és ő elnevezi őket, meg ilyen hasonló, teljesen eszement hülyeségeket, meg Noé bárkájára felpakolunk kettesével állatokat, és azok majd elszaporodnak, és milyen jó lesz. Tehát azt lássátok a dologban, hogy sötét középkori szinten egy ilyen elgondolás, amit vitapartnerem itt előadott, tökéletesen megállta a helyét. És itt következik a következő pont. Vajon miért ragaszkodnak még hozzá ezek az emberek? Miközben pontosan tudjuk azt, hogy az univerzum létezéséhez nem kellett semmiféle külső hatás. Lawrence Krauss professzor 2009-ben könyvet írt. Az a címe, hogy Univerzum a semmiből, ironikus módon szándékosan ezt a címet adta neki. Ott megmagyarázza, egészen pontosan leírja, hogy a kvantum fluktuáció hogyan vezet ahhoz, hogy szükségszerűen a semmi, amit ő semminek tekint, de nem az, az űr vákumja a létezéshez vezet. A finom hangoltságról semmit nem tudunk mondani, mert az egyes kombinációkra még csak kalkulációk sincsenek. Az esélylatolgatás teljesen fölösleges abból a szempontból, hogyha már létrejött az anyag ebben a vákumban, akkor most az pontosan hogy is fog viselkedni. Lehet, hogy 10 az 500-on variáció van, ami nem működik, de hogyha ez a próbálkozás történik, már pedig történik, tudjuk az előző pont alapján, akkor előbb-utóbb össze fog állni az, amelyik még működik is. Az objektív erkölcsi értékek egy akkora baromság, amekkorát ember soha nem tudott alkotni azóta se. Gondoljátok végig, leírva egy könyvben, hogy mi a szabály, hogyan lehet élni, és hogyan nem, bebetonozva. Miközben ugyanaz a könyv mellesleg ugye milliárdszor tartalmazza az ellentmondásokat, a saját szabályainak ellentmond minden egyes szereplője, beleértve egyébként azt az Istennek hívott mesefigurát is. És ilyenek, és akkor ilyen csoda izéket írnak le benne, érted, hogy ne ölj, mert az mindig rossz. Hát a nagy lófaszt. Tessék megkérdezni bárkit, aki éppen áldozata lehetne egy gyilkosságnak, vagy bármilyen olyan bűncselekménynek, ami ezzel hasonló szintű, hogy az elkövetőt, a potenciális elkövetőt vajon megölheti-e, megölné-e, és ez mennyiben erkölcsös, vagy mennyiben erkölcstelen. Tessék nyugodtan elgondolkodni rajta. Ennyit az objektív erkölcsről, ami soha nem létezett, egy vallásos találmány, mellesleg ugyanazt a pszichológiai célt szolgálja, aminek vitapartnerem is jelenleg áldozata.
A teljes értékű szabályozást, elnyomást. Erre jó, semmi más. Hát a názáreti Jézus feltámadását azt szerintem egy külön pontban fogom majd kiröhögni, abban az 5 percben, amikor reflektálhatok rá, mert az meg aztán az a mesevilágba való kitérés, azzal most végképp nem akarok foglalkozni. Visszatérnék ehhez az Isten dologhoz. Nem véletlenül mondja minden ateista, mindenki tudja, teljesen alapvető dolog, hogy Istennek nincs definíciója. Ez a szó valójában csak egy téveszme, semmiféle objektív meghatározható tartalma nincs. Kizárólag más, halandja, babona jellegű szavakkal lehet körülírni, megmagyarázni, és még csak meg se lehet különböztetni az egyes változatait egymásról. Nézzük meg azt a definíciót, amit egyébként vitapartnerem vetett fel, hogy a mai este témája lehetne. Azt mondja, Istenen egy legfelsőbb személyes lényt értünk, aki független a világtól és teremtője az univerzumnak. Kicsit részletesebben, Isten így egy erővel bíró, önmagától létező, transzcendens, végtelen lény, aki akár a keresztények istene is lehet, de mindenképpen létezik, és a világ okozója, teremtője. Na, menjünk végig. Azt mondja, Isten egy legfelsőbb lény. Faszom, mi az a legfelsőbb? Ezt még csak megközelíteni se tudom. Az, hogy okosabb nálam? Hát ebben az elbaszottul hatalmas univerzumban garantáltan van egy csomó földön kívüli lény, aki okosabb nálam. Ugye, legfelsőbb. Megint egy tök műszó. Kizárólag érzelmekre hat. Jaj, de jó, a legfelsőbb lényel vagyok kapcsolatban, én vagyok a kozmosznak, a csúcsán lévő lénynek a jó barátja, pajtása is. Aj, de szuper! Érzelmekre való hatás. Azt mondja, személyes lény. Ami valószínűleg arra utal, hogy vagy beleavatkozik az életünkbe, vagy legalábbis érdemes vele beszélgetni. Miközben ez bizonyítottan ma már nem egyszerűen tévedés, hanem szemenszedett hazugság. Statisztikailag kimutatható. Azokban az országokban imádkoznak a legtöbbet az emberek, ahol a lehető legszorosabb, legnehezebb, legborzalmasabb az élet, és semmilyen hatás nem vált ki ez a dolog. Azokban az országokban, ahol kibaszottul jó élni, ott pont magasról leszarják ezt az egész vallás dolgot. A társadalom töredéke foglalkozik ezzel aktívan, például Japán, Izland, a skandináv államok, leszámítva a bevándorló muszlimokat. Senkit nem érdekel ez a hülyeség, és itt a legjobb. Mérik objektíven, van ilyen boldogságindex, mindenféle mély interjús technikák, egyebek, mérik, pontosan tudjuk, hogy hogy érzik magukat ott az emberek. Menjünk tovább. Azt mondja, független a világtól és teremtője az univerzumnak. Basszus, a kölcsönhatás. Ha egyszer megteremt valamit, azon nyoma kéne, hogy legyen, és nincs. Kurvára nincs. És önmagában az, hogy ez a létezés megvan, ezt igen, több fizikus többféleképpen megmagyarázta már. Én készséggel elhiszem vitapartneremnek azt, hogy a fizikusok között vannak, akik ebben kétkednek, Krausz professzor tételeit sem fogadja el mindenki készpénznek, ez egy vita tárgya. Lehet rajta birkózni, lehet rajta vitázni, de azt garantálom, hogy a Károly Gáspár Egyetemen nem elemi fizikát tanítanak, és még csak nem is olyan fizikát, aminek bármi nemű köze lenne a kvantumfizikához, mert ilyen hülyeségeket beszélni, akkor egyszerűen lehetetlen lenne, hogy már pedig az univerzumnak kezdete volt, és ezért kellett, hogy legyen egy transzcendens lény. Hülyeség, kitaláció, megmagyarázása annak, hogy miért ragaszkodnak még egy ilyen marhasághoz, mint az Isten, ami csak addig volt koherens, amíg a középkori szinten volt a tudásunk. Baromira jól jellemzi, mutatja be ugyanezt a jelenséget, ahogy időben előre haladtunk, az, hogy hányféle halmazállapota létezik az anyagnak, amit már megismertünk. Egy középkori ember számára 3. Ugye a szilárd, a folyékony, meg a gáznemű. Kész. Az, aki ilyen marhaságokat tud állítani, hogy az űrben a semmi van, és a semmiből kellett létrejönnie, az ennél a 3-nál tart körülbelül. Esetleg felfedezi a 4-et, a plazmát, ami az 5000 fokon izzó gáz állapota, lásd, napocska odafönt. Elárulom nektek a nagy titkot, ez a 4 után az 5. volt az, amit Einstein megsejtett, amikor azt mondta, hogy ha sikerül az abszolút nulla fokhoz egész közel lehűteni az anyagot, és az elektronok és a protonok mozgása megszűnik, akkor kénytelen lesz szétesni, nem fog megmaradni abban az állapotában, amiben van, változás fog bekövetkezni. Ez volt az 5. És a kvantumfizikának, és ma már tudjuk, hogy a fekete lyukaknak köszönhetően van 6. és 7. Bizony szívecskeim, az anyagnak 7 almazállapota van összesen. Az a megközelítés, ami ahhoz szól, ami ahhoz kell, hogy a vitapartnerem ilyen szamárságokat hordjon itt össze 2019-ben, élőadásban, ehhez körülbelül 3 vagy 4 halmazállapotot lehet ismerni. A többi megismerésén keresztül már eljutott volna oda, hogy rájött volna,
hogy ez az egész egy tévedés volt. Egy feltételezés volt az Isten. De hangsúlyozom, akkor, amikor feltételezték, még logikus volt. Most már nem az. Már túl sok eleme van meg ennek a puzzle-nak, amit az elején felvetettem, hogy a világot megismerjük, ez a nagy darab gombóc kaki, az Isten, ez már nem illik be többé ebbe. Csak kizárólag káros következményei vannak. Egy értelmes emberből ilyet csinál, mint ahogy ő viselkedik itt. De menjünk tovább. Azt mondja, teremtője az univerzumnak, hát ez alapvető hülyeség, ugye ezen majd még rágódunk. Azt mondja, kicsit részletesebben. Isten így egy erővel bíró, ez semmit nem jelent, ez egy ilyen képes, van ereje, tehát valamit tud csinálni, érted? Persze, tegyük hozzá, hogy neki varázsereje van egyébként, mert úgy használja az erejét a világ megteremtésére, hogy a kölcsönhatás nem hagy maga után semmilyen nyomot, pazar, bazd meg. Azt mondja, önmagától létező. Na ez a másik. Hogy a büdös picsába lehet feltételezni azt, hogy önmagától létezik. És egyáltalán miért kell feltételezni? Figyeljétek meg a dolognak az átverés jellegét. Nincs oka annak, hogy önmagától létezik. Tehát nem mondja azt, hogy megfigyelhető az, hogy ebből következik, hogy önmagától létezik, csak oda bassza, hogy önmagától létező. Azért teszi oda, mert ha ezt nem tenné, akkor felvetődne az a kérdés, ami egyébként így is fel fog majd vetődni, hogy őt ki hozta létre? Ja, ő egy másik létsíkon van, ezért magától létezik? Persze, de mi van, ha nem tud róla? Mi nem tudunk őróla biztosat. Mi van, ha ő sem tud a teremtőjéről biztosat, és jön a harmadik létsík, aki megteremtette őt, meg a negyedik létség, aki a harmadikat teremtette, és így tovább, és így tovább. Az égvilágon semmi okunk nincs arra, hogy ilyen önmagától létező hülyeséget találjunk ki, miközben ő ott, a túloldalon, vitapartnerem képes mindenre azt mondani, hogy teremtőre van szüksége, de arra, aki erre képes, erre a borzalmas nagy csodára, kölcsönhatás nélkül, na arra nem, annak nem kell teremtő, hát az önmagától létezik. Hát miért ne létezhette? Miért pont ő ne létezhette? Ilyen hülyeséget, transzcendens, ebben megyek bele, már kielemeztem. Végtelen lény, bazd meg! Ennyi logikája ne legyen. Ha végtelen valami, ha teljes egészében elfoglalja azt a teret, időt, mindent, ami ott adott azon a lécsikon, vagy a rófranc tudja micsodát, akkor meg se lehet tőle különböztetni, hát nincsenek határai. Nem tudom, ez úgy tudom elképzelni, hogy nagy vödör zselét létrehozza ezt a másik univerzumot, és bum, ha nem vigyáz, akkor rögtön betölti azt a zselét is, mert ő végtelen. Nem tud megállni, nincsenek határai. Az egész emberi megközelítésnek, annak, hogy valaminek a meghatározását meg tudom mondani, annak a valaminek kellene, hogy legyenek olyan határai, amik elválasztják a többi résztől, attól, ami nem ő. Tehát ez már önmagában véve egy diszonancia. És akkor menjünk el még. Végére itt azt mondja, aki akár a keresztények istene is lehet. Jaj, de jó. De lehet egyébként a repülő spagetti szörny is, hogyha úgy tetszik. De mindenképpen létezik, és a világ okozója teremtője. Ezt hagyjuk. A mindenképpen létezik, ezt szerintem fölöslegesen írta bele. Én sejtem, hogy miért tetted, de a lényeg az, hogy csak alá akarta húzni, hogy ez az egész dolog most erről fog szólni. Ebben senki ne akarjon nagyon mély értelmet keresni szerintem. Ez a világ okozója teremtője meg. Gratulálok, már megfogalmaztam. És akkor később majd vissza fogok térni a názáreti Jézus nevetséges történetére, és nincs azzal semmi baj. Elég más hülyeséggel foglalkoztam is már a videócsatornámon. Akit érdekel, a videócsatornámat Olgácsár Dáinknak hívják, és nyugodtan nézze meg rajta a Jézus, a Szélhámos című trilógiát. Három részben elemeztem ki Jézus tevékenységét és következményeit. Felvetésemül szolgáljon mindaz, amit eddig elmondtam. Ahogy mondtam, vissza fogok térni még erre a négy pontra, amit kedves vitapartnerem felvetett, de ebből a szempontból végtelenül csalódott vagyok, mert pontosan ugyanazt mondta el, amit a többiek. Az tény, hogy formailag, tartalmilag nagyon szépen megfogalmazva, én ismét nagyon szépen köszönöm neki, csodálatos. Neki arra kéne rámutatnia az én felvetéseim kapcsán, hogy hogy a picsába lehet egy olyan ellentmondásos koncepció, ami önmagával is ellentmondásban van és lehetetlenség, ma számára elfogadható magyarázat olyan dolgokra, amikre van tudományos elfogadható magyarázat, van alternatíva mindenre. A világ létrejöttére, az élőlények létrejöttére a Földön, az ember létrejöttére, és még a mesterséges intelligencia létrejöttére is, amire mi vagyunk, mert az a következő lépés, és egyelőre még nem tudtam megemlíteni, lehet, hogy lesz majd rá még alkalom. No, az idő véget ért ebben a szekcióban, átadom a szót kedves vitapartneremnek. Köszönöm, Ágoston. A második szakaszba értünk, amikor mind a kettőnknek lesz kétszer 5 perce reflektálni a másik által elmondottakra, és akkor
indítom én az első 5 percemet, és azzal szeretném kezdeni, hogy Ágoston milyen érveket hozott fel az ateizmus mellett. Ugye ilyenkor mindig azt kell feltennünk, azt a kérdést kell feltennünk, hogy az érvéből hogyan következik az, hogy nincsen Isten. Ugye a beszédnek az elején említette, hogy Isten ellentmondásban van az önmagával, illetve a végén is ugyanezt kiemelte, azonban nem adott semmiféle érvet erre, miért van Isten ellentmondásban önmagával. Említette Ágoston a God of Gaps felvetését, ugye amikor régen Istennel magyaráztak valamilyen fizikai jelenséget a világban, amire már a tudomány tudja ma a választ, és hogy Isten kiszorul, az érve szerint pedig lassan mindenhonnan a tudomány ki fogja szorítani Istent ilyen kis résekből. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni. A God of Gaps nem jellemző semmilyen formában a keresztény, illetve zsidó-keresztény teológiára, a Bibliára, tehát nem így gondolkozott sem a Biblia embere, sem a keresztények ma, illetve egyik érvem sem a 4 felsorolt érvből a God of Gaps-re alapszik, tehát azt mondani, hogy ez esetleg igaz lehet a görög-római istenekre, vagy bármi másra, a német, akár német mítoszokra, mondavilágokra, germán istenekre, ez nem igaz sem az érveimre, sem a kereszténységre, így Ágoston tulajdonképpen ezzel nem igazolta azt, hogy Isten nem létezik, csak azt igazolta, hogy rossz érveket szoktak felhozni a létezésére. Említette Ágoston az imát, ami nincs hatással a gyógyulásra, majd kíváncsi lennék, hogy ezt mivel támasztja alá, de a ma esténk szempontjából, a mai kérdésünk szempontjából ez nem fontos, hiszen nem a kereszténységet és nem az ima hatását véden, nem is ezzel érveltem, ugyanígy az erkölcstelen papok sem számítanak. Említette Ágoston az evolúciót, viszont azt nem fejtette ki, hogy hogyan következik az evolúcióból az, hogy Isten nem létezik. Egyrészt az evolúció, a teista evolúcionisták szerint nem mond ellent a Bibliának, de nem is kérdés, hogy ellent mond-e vagy sem, mert nem a kereszténységről vitázunk ma este, és nem a Biblia igazságtartalma vagy állításai lesznek kivéve, ugye Jézus feltámadása kapcsán mérleg lett éve. Nézzük meg, hogy milyen érveket adott az én 4 felsorolt érvemre, illetve hogyan reflektált ezekre. Az érveim deduktív érvek voltak, tehát hogyha a premisszáik igazak, akkor a következtetések elkerülhetetlenek. Nézzük meg az első érvemet, miszerint Isten a legjobb magyarázat arra, hogy miért nem létezik az univerzum, vagy miért létezik az univerzum. Ugye említette Ágoston a transzcendensokot, mint ami nincsen definiálva, de a transzcendens definiálva van, azt jelenti, hogy tértől és időtől független, tehát anyagtalan és időben nem létező lényt jelöl a transzcendens szó. Említette Lawrence Krauszt és a kvantumfluktuációt, viszont elment amellett a tény mellett, amit a Borg-Goodwin tétel igazol, és amit már 2003 óta tudnak a fizikusok és a kozmológusok, hogy a kvantum fluktuáció nem lehet végtelen ideje, nem lehetett visszavezetni a múltba, tehát kellett valami történjen a kvantum fluktuáció előtt, valami azt a vákumot létre kellett, hogy hozza, hiszen nem lehet végtelen a múlt. Tehát ilyen szempontból Krausznak a könyve tulajdonképpen a ma esti vitánkhoz nem ad hozzá, hiszen Krausz is ugye a semmit azt rosszul definiálja, illetve máshogy definiálja. Azt állítja, hogy Istennek nincs definíciója, aztán nagyon részletesen elemzi azt, hogy én milyen definíciót adtam Istenre. Azonban, ugye, mi fontos, hogy az első érvemnek sem a filozófiai érveit, sem a tudományos érveit nem cáfolta Ágoston, a kvantumfluktuáció ezt nem cáfolja, hogy az univerzum létezésének van kezdete. A második premisszám az első érvemből az volt, hogy az univerzum létezésének van kezdete, akkor ez egy transzcendens okra vezethető vissza. Erre a válasz pusztán annyi volt, hogy hülyeség vagy kitaláció. De ugye említettem, hogy a multiverzum nem lehet, illetve ha a multiverzum létezik, akkor annak is kellett kezdete legyen. Ez nem lehet végtelen regresszió. Az érve pusztán az volt, hogy most még nem tudhatjuk rá a választ, de mivel a múltban kitöltöttük a gapseket, amiknek helyére Isten tettük, ezért valószínűleg a jövőben is ez fog történni, ez viszont elégtelen érv ezzel kapcsolatban. Amit fontos látnunk, és majd a többi érvemet a második 5 percemben szeretném külön majd a többi érvemre adott reflexióját szeretném majd kifejteni. Amit fontos látnunk, hogy Ágoston egyik állítása sem szól arról, nem bizonyítja azt, hogy Isten nem létezik. Legfeljebb arról, hogy az én érveim rosszak, de még azokat sem megalapozottan teszi,
nagyon szép retorikával, de tulajdonképpen tételesen nem tudta cáfolni egyik érvemet sem. Viszont, hogy még milyen problémák voltak az érvelésével, azt a következő 5 percemben fogom, és szeretném majd kifejteni nektek. Most visszaadom Ágostonnak a hangot, elveszem magamtól. Ez szuper lesz, köszönöm szépen. Na, csodálatos akkor... volt ez az első 5 percet, én rendkívül jót röhögtem, sajnálom, hogy ennek csak az elejét hallhattátok. Na, menjünk sorba. Oké, okay. Tehát azt mondja, God of Gaps, tipikus vallásos hülyeség. Bocsánat, minden hívőtől, de ilyen szerencsétlenek vagytok, képtelenek vagytok gondolkodni. Nem arról beszél, amit én mondtam, hanem lefordítja egy olyan tételre, amit már olvasott valahol egy lexikonban, és utána azt a tételt így visszaböfögi nekünk. Nem a God of Gaps-ről beszéltem, nem arról beszéltem, hogy amit nem tudott az emberiség megmagyarázni, azt megmagyarázta az Istennel, és ez volt a probléma. Nem ez a probléma, és nem az a tévedés, még csak nem is erről van szó, hogy most feltétlenül rossz magyarázatot adott, és emiatt ez az Isten nem működik. Isten önmagával ellentmondásban van. Ahhoz, hogy Istennek tekintsd, olyan tulajdonságokkal kell felruháznod, ami ellentmond önmagának. Ilyen például ugye a mindenhatóság és a mindentudás problémája. Nem tudhat mindent, és lehet mindenható, mert hogyha tudja a jövőt, nem tudhat változtatni rajta, ha megjósolta, és a többi, és a többi. Nem lehet egyszerre igazságos, meg kegyelmes, amit a keresztények nagyon szeretnek ugye mondani. Mert hogyha valakivel kegyelmes, meg kegyelmez neki, akkor az összes többivel szemben, akivel hasonló helyzetben nem kegyelmezett meg, hanem következetes volt, akkor azokkal szemben meg nem volt igazságos. És így tovább, és így tovább. Tehát a gond ott van, és ezt kéne felfogni ennek az embernek, aki nem hajlandó gondolkodni, csak lexikális tudást befögni vissza, hogy nincs definíciója. Az, amit itt összehordott, az egy halandzsa. Azért halandzsa, mert nem épül semmi létezőre, semmilyen megfogható tartalma nincs, és nem választja el ezt az Istent bármi mástól, amikre ezek a halandzsák összehordhatóak. Ezért húztam alá, hangsúlyoztam, hogy az ő Istene lehetne a repülős spagetti szörny is. Nincs definíció, amiben belekapaszkodhatna. Isten nem azért nem létezik, mert mi megcáfoljuk és bebizonyítjuk, hogy a bizonyítékok, amiket a vallásosok felhoztak, azok hű de rosszak voltak. Isten azért nem létezik, mert egy feltételezés volt, nem egy felfedezés. Soha senki nem fedezte fel. Csak feltételezte, egy feltételezett magyarázat volt, ami mára már teljes egészében kiszorult. Gyakorlatilag mindenhonnan. És akkor jön ezzel a hülyeséggel nekem, hogy az ő keresztény istene az nem a God of Gaps, mert a Biblia az nem magyaráz vele semmit. Úgy kezdődik az a szarkönyv, hogy világot teremt. Úgy folytatódik, hogy ember teremt. Úgy folytatódik, hogy állatokat nevezel az az ember. Az összes kibaszott rejtélyre próbálja ráerőltetni ezt a fasságot. Mindent azzal próbál megmagyarázni. Fogja meg a könyvét és olvassa el. Olvass el azt a részt például, ami a hülye Jézusának, a mesebeli figurának a feltámadásáról szól. Hány ember támad fel a Bibliában? Ő azt állítja majd, hogy a Jézus, a lófaszt. Ott van, benne van, le van írva, hogy akkor, amikor Jézus feltámadt, akkor a városban kikeltek a halottak, a régi nagy bölcsek, és ott jártak a városban. Tetszőleges számú feltámadás van a Bibliában. Elárulom neki a saját könyvéről, nyugodtan nézzen utána. Aztán ez a másik, hogy az ima hatását honnan veszem? Hát bazd meg, tessék elmenni Zimbabvéba és megnézni a WHO-nak a mutatóit a halálozásokról, arról, hogy a születésekkori halálozások hogy néznek ki, és tessék ezt összehasonlítani azzal, hogy hányan vallásosak, és hányan gyakorolják aktívan a vallásukat. Volt keresztény, akinek volt pofája azt mondani nekem, hogy ez azért van, mert rossz Istenhez imádkoznak. Nem cáfoltam meg a fizikával kapcsolatos felvetését? Nem tudtam, hogy elméleti fizikában utazunk? Ha tudtam volna, hozom Krausz könyvét és felolvasom. De ez nem ilyen kinek nagyobb a fasz a verseny. Az egy 2009-es könyv, és ezért igaza van azzal szemben, amit ő idézett, mert az 2003-as. Lófasz. Ez nem így működik. Ez egy kutatott terület. A kvantumfizika is egy kutatott terület. Ezen a ponton nem azt kell bebizonyítanom, hogy neki mindenáron tévedése van ebben a dologban, hanem csak rá kell mutatnom, hogy van észszerű magyarázat ez az egész Isten elgondolás nélkül is, ami önmagában még mindig ellentmondásos, definiálhatatlan. Attól, hogy szavakat rak egymás mögé egy ember, és ráírja egy nagybetűkkel, hogy ez egy definíció, ettől az nem lesz az. A definíciónak meg kéne határoznia pontosan, hogy miről szól, és el kéne tudni választani a többi dologról, amiről nem szól. És ezek a definíciók, meg ezek, amiket felvetett, egyiket se
teszik meg. Egyiket se. Nincs definíciója. Azért nincs, mert egy önmagában ellentmondásos baromság. Soha senki nem definiálta, és nem is fogja tudni definiálni. Nem lehet létező dolgokra ráépíteni. A transzcendencia meg megint csak egy mese. Egy négyszögletű kerekerdő, baszki. Ami oximoron önmagában. Létezik, de nem itt a létezésben, hanem ott máshol. Ott létezik. Ha venné a fáradtságot, és elgondolkodna azon, hogy mit mond, és nem tételeket próbálna idézni, lenne esély. Lejárt az idő, Ágoston. Köszönöm. Jó, még lesz 5 percet, úgyhogy ne aggódj. Be tudod majd fejezni. Egy pillanat. Jó, nagyon köszönöm. Akkor visszatérve, illetve ott folytatva, ahol agyba hagytam, még az első érvem kapcsán mondanék néhány gondolatot. Ugye az, hogy a transzcendensre adok egy definíciót, ami filozófiailag is elfogadott, és erre annyi a válasz, hogy ez mese, ez még nem lesz ellenérv, nagyon hangzatos, de még ez nem cáfolja azt a definíciót, amit én a transzcendensre adtam. Ráadásul ugye úgy néz ki, hogy félre is érti. Krausz emlegetés és a kvantumvákum emlegetését azért nem értem most megint, hiszen a Borg-Goodwin-kintétel szerint, amit említettem, a kvantumvákum nem létezhetett örökké, nem a végtelen múltba nyúlt vissza, tehát valamikor valaminek azt okoznia kellett, hogy a kvantumvákum létrejöjjön. Az a kérdés, hogy multiverzum okozta-e, vagy valami más, viszont ha multiverzum okozta, és azt is több univerzum okozta, akkor is az időben a Borg-Goodwin-Willenkind tétel szerint kell lennie egy stopnak, egy megállásnak, egy legelső okozónak, aminek szükségszerűen kell tértől és időtől függetlennek lenni, ahogy a nyitó beszédben elmondtam, hiszen maga a teret és az időt hozta létre. Itt félreértés adódik Ágoston részéről, mikor Istenről beszél, és felteszi a kérdést, hogy akkor őt miért nem hozta létre valaki, hiszen én azt állítom, hogy mindenre azt mondom, hogy teremtőre van szüksége, csak a teremtőre nem. Nem igaz, ez félreértése az első érvennek, minden kontingens lénynek, mindennek, ami elkezdett létezni, van oka. Így Istenre ez nem érvényes, illetve arra, akit én a definícióm végén adtam. Az első érvem kapcsán, tehát ennyit szerettem volna még elmondani, a második érvem kapcsán, ami a finomhangoltságra utalt, elismerte Ágoston, hogy van finomhangoltság, viszont azt állította, hogy sokszor próbálkozik a kvantum fluktuáció, akkor talán összejön, és egyszer lehet egy olyan univerzum, mint amilyen a miénk. Ez azonban a finomhangoltságnak és az univerzum keletkezésének a félreértése, ugyanis itt nem sok próbálkozás volt, itt nem egy végtelen próbálkozás volt, hiszen hogyha az univerzum létrejöttekor, akár csak az első töredék ezred másodpercben mások az arányok, vagy az egyetlen első próbálkozásnál mások az arányok, mint ahogy most be vannak állítva, akkor összeomlik minden magába, és soha nem jöhet létre az univerzum. Itt nincsen második esélyünk. Tehát az univerzum finomhangoltságát nem magyarázta meg, hogy hogyan lehet-e fizikai szükségszerűség, vagy véletlen, nem is cáfolta, hogy tervezettség lett volna. A harmadik érvem kapcsán, amikor az objektív erkölcsi értékekről beszéltem, a Bibliára hivatkozott Ágoston, azonban a Bibliát nem említettem érvként, azt állított, hogy a Bibliában le van írva valami, és én erre hivatkozom, egyszer sem említettem meg az érvem kapcsán a Bibliát, azt állítottam, hogyha Isten nem létezik, nem léteznek objektív értékek, és hogyha léteznek, és léteznek objektív erkölcsi értékek, tehát Isten létezik. Ágostonnak a második premisszámra léteznek-e objektív erkölcsi értékek, az volt egyedül a válasza, hogy soha nem léteztek. Ezt azonban nem igazolta senkivel, ez egy szabad állítás, egy szabadon elvethető. Az imádság kapcsán, majd később erre az imára visszatérünk, viszont a és illetve az ellentmondásra is a kérdések során. Szeretnék még az utolsó másfél percemben néhány gondolatot elmondani annak kapcsán, amikor Ágoston végighaladt az Isten definíción. Egyrészt adtam definíciót Istenre, az első és a második, illetve a harmadik érvem is definiálta Istent. Ugye a személyes Isten személyességével kapcsolatban, ugye a megszólítást, a személyes Isten képet, a személyes kapcsolatot említett Ágoston, azonban az első érvem kapcsán nem erről volt szó, nem azért személyes Isten, mert kapcsolatba tud velünk lépni, hanem azért, mert vagy egy absztrakt objektum tudta létrehozni egy szám ezt az univerzumot, vagy a multiverzumot, vagy egy személyes végtelen lény. És azért kell Istennek személyesnek lennie, mert egy személytelen dolog nem akarhat, nem dönthet semmit. Tehát a személyesnek nem az emberrel való kapcsolat definíciója van. Itt Ágoston szalmabábbal érvel, tehát ahelyett, hogy amivel engem vádolt, és ahelyett, hogy megkérdezne
arról, hogy én mit gondoltam egy definíció alatt, adott egy helytelen cáfolatot. Aztán megkérdezte, hogy független, az miért kell, hogy független legyen? Azért kell független legyen a világtól, mert a teret és az időt ő okozta. Hogy van-e nyoma, és hogy nincsen nyoma a világban, ezt Ágoston nem tudta bebizonyítani. Nem is tudhatjuk, hogy nincsen nyoma, hiszen, mint említettem a nyitóbeszédemben, nem ismerjük az univerzum kezdetén történteket. Az, hogy erővel bíró semmit nem jelent, ez ilyen formában nem igaz, hiszen kell, hogy valahogyan erővel bírjon, hiszen egy erőtlen lény nem hozhat létre valamit, tehát szükséges, hogy ereje legyen. Hogy önmagától létező, miért kell ezt feltételezni, és ez az utolsó gondolatom, azért kell ezt feltételezni, mert hogyha valamire szüksége lenne rajta kívül, hogy létezzen, akkor nem lehetne az első okozó. És mi az első okozót keressük, már pedig a definíció szükségszerűsége miatt Istennek ilyennek kell lennie. Köszönöm szépen, Ágostonnak adom még 5 percre vissza a szót. Köszönöm szépen. Kezdeném akkor az utolsó gondolatok egyikével, mert ez a legfontosabb, és ebből az utolsó 5 percre tartogatott mondanivalommal tökéletesen jól fogja alátámasztani, amikor a kedves vitapartnerem azt mondta, hogy erőtlen lény nem hozhat létre valamit, ezért kell az Istennek erővel bírnia. Tökéletesen megvan benne a fordított logika. Úgy definiálom az Istent, hogy létrehozhassa a világot abból a célból, hogy nekem igazolva legyen az az állításom, hogy Isten létrehozta a világot. Fordított logika. Van egy célkitűzése, hogy az Istennel megmagyarázom valamit, és utána elébasz egy ilyen hülyeséget, egy szót, ami szerinte ott jelent valamit. Nem definiálta az Istent, ismét elmondom, teljesen mindegy, hogy hányszor ismét ugyanazt a baromságot. Halandzsa, összehordott, oktalan marhaság. Nem lehet az definíciónak tekinteni, aminek nincs semmilyen megfogható alapja. Az egész dolog arról szól, hogy én nem tudom, hogy ez hol van, de kívül a világon, és ezért van, és nem tudom, hogy milyen, de van ereje, mert én azt akarom, hogy megteremtse a világot. Ez egy pszichózis, egy elmebetegség, amit a vallás okoz. Tökéletesen jól megfigyelhetőek ezek a tünetek. Ha valaki látta az agymosás technikáiról szóló videómat, aki nem, az nézze meg mindenképpen, segít elkerülni a szektákba való besüllyedést és az élet tönkretételét. Tökéletesen meg lehet figyelni a hatást azon a fiatalemberen, aki 30 évével gyakorlatilag idejének túlnyomó többségében ilyen halandzsákkal tömette meg a fejét. A legfontosabb dolog, az egyetlen üzenet, amit hogyha meghallgat itt tőlem most mindenki, mind a két oldalon, függetlenül attól, amit elhangzott, az az legyen, hogy minden kérdésetekre, ami a létezéssel, az érzelmeitekkel, amit a pszichológiában már kifejtettek és ismerünk, minden kérdésetekkel kapcsolatban a választ megkapjátok a tudomány oldalán, és a vallás oldala már lejárt, feltételezés volt, tévedés volt, ismerjétek meg mind a kettőt. Én nem azt mondom, hogy zárkozzatok el tőle, ismerjétek meg mind a kettőt. De ami a legfontosabb ebben az egész dologban, az az, hogy ne essetek abba a hibába, hogy megpróbáljátok ilyen bronzkori szerzetesek, barlangba elzárt emberek szexuális frusztrációjából fakadóan összehordott halandzsákkal megismerni a világot. Ez egy szamárság. A következménye az, hogy ez az ember, ő maga a bizonyíték arra, ahogy itt ül és beszéli ezt a sok zagyvaságot, és nem hallja meg, amit mondott. Tehát hiába mondom neki, hogy nem adott definíciót, nem tudja megkülönböztetni, hogy mi a definíció és mi nem, mert nem kritizálja meg, nem gondolkodik kritikusan, nem gondolkodik azon, hogy amit mondasz, hogyan helyes, vagy amit én mondok, az mit jelent. Ezt nem veti össze magával, nem fordul magával szembe kritikusan. Fordulni kell magaddal szembe, tükörbe kell nézni, szükségszerű, muszáj, erről szól az egész. Nem az a baj, hogy 30 évnyi agymosás után valaki ezt mondja, hanem azt, hogy nem képes rá, hogy megálljon, hátranézzen, és csak egy pillanatra végig gondolja azt, hogy ez a dolog lehet-e esetleg már egy picit elmaradott, miközben teljesen világos, hogy az. Megemlítek neki Bibliából idézetet, és nem foglalkozik vele, átsiklik rajta, mert azt mondja, ő nem idézett a Bibliából. Hát persze, hogy nem. Nem ez volt a kérdés. Az volt a kérdés, hogy van-e abszolút erkölcs. Lófaszt van. Elmondtam egy példán keresztül, hogy miért nincs. Mire ő erre nem reagál a példámra, nem beszél arról, hogy megölni egy másik embert adott esetben lehet erkölcsös. Nem, arról beszél, hogy hát én nem idéztem a Bibliából, én nem. Ne,
Persze nem, ez egy tárgyalástechnikai dolog, de mintha ennek az embernek az lenne a lényeg, hogy ez a beszélgetés most úgy jöjjön ki, hogy ő nagyobb faszonak tűnik a végén, és nem az, hogy mi az igazság. Ki a francot érdekel itt az ő személye, vagy az enyém? Mit számítok én? Ezt pofázom, amióta elkezdtem a videócsatornát, és ami a másik, amiben tökéletesen szemben állunk egymással. Tök mindegy, hogy ki mondja. Nincs jelentősége, hogy hány embertől idéz, hány könyvből idéz. Az számít, amit tudunk, amit mondunk, a gondolat. És ezt nem lehet akkor összevetni, hogyha ez az ember nem hajlandó gondolkodni a beszéden, csak ülott, idézget, és azokba a tárgyalás technikai apróságokba köt bele, aminek a mondani való szempontjából abszolút semmi jelentősége nincs. Ez nem vita, ez egy papagájnak a meghallgatása, a részemről pedig a bosszankodás azon, hogy egy ilyen embert kell 2019-ben a másik oldalon látnom. Köszönöm. Nem tudom, hány perc volt, nem érdekel. Majdnem pont 5 perc, úgyhogy tökéletesen éltél az időddel. A következő szakasza a vitánknak az ugye 4x10 perc lesz, ahol 10 percem lesz nekem kérdezni téged, aztán 10 perced neked engem, aztán megint 10 perced szem lesz nekem téged kérdezni, és végül pedig 10 percig kérdezhetsz engem. Nem muszáj ezt kihasználni, ezt az időt, de szerintem ezzel nem lesz gond. Jó, indíthatom Ágostól, mehet? Igen, kérdezz bátran. Oké, rendben. Először azt szeretném kérdezni, hogy mit jelent a te fogalomkészletedben az, hogy mindenható? Ez egy... A mindenhatóság az önmagában véve egy vicc. A mindenhatóságot, mint szót, a vallások használják, és én is csak azt tudom mondani, amit onnan irodalmilag kaptam, amely szerint bármit megtehet. Rendben. Akkor hogyan viszonyulsz ahhoz a definícióhoz, amit a Plato Stanford filozófiai enciklopédia ad, és amit egyébként az új szövetségből is eredeztethető, ugye ezt csak azért kérdezem, mert a mindenhatóságnak ez is egy definíciója, helyesen mondtad, de nem kizárólagos definíciója. A mindenhatóság az nem azt jelenti szükségszerűen, hogy valaki mindent meg tud tenni, hanem azt is jelenteti, hogy mindenre hatással kell, hogy legyen. Viszont ugye például az új szövetségben konkrétan le van írva több olyan dolog is Istenről, amit ő nem tehet meg. Tehát miért gondolod azt, hogy a mindenhatóság definíciója, amiből kettő van filozófusok szerint, abból szükségszerűen a tiédet kell alkalmazni ebben a kérdésben, és azt kell, hogy jelentse Isten szempontjából, hogy ő mindent meg tud tenni, és nem azt jelenti, hogy mindenre hatással kell tudnia lennie. Azért, mert minden egyes vallásos képviselő megnyilatkozása, minden egyes vallásos ember megnyilatkozása, aki hozzám fordult, vagy akit láttam, vagy akit hallottam, az pontosan ebben a megközelítésben alkalmazta a mindenhatóságot, amit én elmondtam. Értem. Az, hogy ez fogalmilag létezik, egy szemantikai felvetés, egy szemantikai probléma. Nagyon örülök neki, hogyha vannak olyan hibái a Bibliának, abból az 5000-ből, ami durván elérhető, amit esetleg igazolnak ezek a pontok, és akkor már nem 5000 van, hanem csak 4913. Ez értem. Több szuper, örülök neki, de ez egy szemantikai helyzet, probléma. És az, hogy a vallás nem képes arra, hogy a hívei és a képviselői konzekvensen úgy használjanak egy kifejezést, ahogy azt használni kell, ez baszkikám, ez a ti problémátok, oldjátok meg egymás között, 2000 év alatt nem sikerült megtanítanotok, hogy mit értetek Isten. Értem, Ágoston. Az a helyzet, hogy ezt nem csak a vallások képviselői használják, hanem ateista filozófusok is használják ezt a definíciót, ugye, amit én is adtam neked, hogy a mindenhatóság nem azt jelenti, hogy mindenre képes. Egyébként lehet, és azt elhiszem, hogy olyanokkal találkoztál, sokakkal, akik így definiálják a mindenhatóságot, de egyrészt ez nem kizárólagos definíció, másrészt pedig ajánlom neked a szakkönyveket, amik ezzel foglalkoznak, és hogyha mondjuk egy kérdésben mélyebben el szeretne merülni az ember, akkor nem mondjuk YouTube kommentelőkben kell folytatott vitákból induljon ki, de ha egyetlen mondatban kéne arra a kérdésre válaszolnod, hogy miért kizárólag a te definíciód lehet helyes a mindenhatóságra. Én akkor nem ezt mondtam. Nem. Itt nincs helyes meg helytelen, ez egy szemantikai probléma. De hát a szemantikai problémát fel kell valahogy oldanunk. Ebben nincs helyes meg helytelen.
Én készséggel belátom, hogyha én rosszul használom ezt a kifejezést. Ezzel nekem nincs semmi problémám. Jó, rendben, akkor el tudod. A gond nem ez. Nem. A gond nem ez. A gond az, hogy a hívő emberek tömegei így tekintenek rá. Te ülhetsz ott a könyvtáradban, idézhetsz ateista meg teista filozófusokat, akármennyi lexikonból olvasgathatsz. Aki nektek elméletileg a hívetek, azok nem ezt fogják gondolni csak azért, mert te onnan ezt próbálod megkiabálni kifelé? Rendben, az hát nem hiszem, mert hogy... Mert azt mondani, hogy egy ember nem fog bármiért imádkozni az Istenéhez, mert nem gondolja azt, hogy bármit elérhet az Istenének a segítségével. Mondd ezt! A kérdésem az még mindig áll, de hogyha el tudod fogadni azt, hogy a mindenhatóságnak lehet egy ilyen definíciója, akkor én feloldanám úgy a te érvedet Isten létezése ellen, ugye, amivel kifejtetted azt, hogy Isten, ha mindenható, vagy minden tudó kell, hogy legyen, és nem lehet egyszerre a kettő, én ezt tulajdonképpen annyival feloldanám, hogy Isten mindenhatósága nem azt jelenti, hogy mindenre képes. Ezt egyébként soha nem is állította a keresztény teológia, itt vannak mögöttem szakkönyvek. Az más kérdés, hogy ezt az emberek, vagy ezt a kereszténységet ismerő, vagy kevésbé ismerő emberek mennyire tudják a mai vitánk szempontjából, ez azonban nem kérdés. A másik kérdésem az lenne, egy kicsit érdekesebb, hogy szerinted, és erre elég egy igennel vagy nemmel válaszolni, mindig, mindenhol, minden korban, tehát történelmi korban, a Föld minden helyén, mindenki számára véleményed szerint elítélendő dolog kéne-e, hogy legyen, vagy büntetendő dolog kéne-e, hogy legyen, mondjuk halálra kínozni és erőszakon egy újszülött csecsemőt. És ezt rossz dolognak kéne-e tartania, attól függetlenül az embereknek, hogy ezt ebbe hisznek-e, vagy sem. Igen. Jó, köszönöm. Azért örülök, hogy ezt elmondtad, mert ez volt az objektív erkölcsiség melletti érvem. A következő kérdésem... Reagálhatok rá egyetlen mondatban? Mármint mire? Igen, persze egyébként, nyugodtan. Nem, tényleg csak egy mondatban, most nem akarom a te időt. Nem, nyugodtan. Nem. Még vissza is adom neked a 10 percedből, ha gondolod. Jaj, nem, fontos, nyugodtan. Attól, hogy van olyan, ami minden egyes érzelmileg egészséges emberből ugyanazt a negatív reakciót váltja ki, történetesen, amit elmondtál, egy újszülött bármilyen nemű gyalázása, ettől még az abszolút erkölcs, mint fogalom, nem lesz igaz, tehát attól, hogy van egy olyan példa, ami megegyezik a te felvetéseddel, attól még az nem lesz elfogadható. Ez csak egy olyan példa, ami történetesen igaz az én általam felvázolt, és a Dawkins által felvázolt esetre is, és igaz a tiédre is, de ettől még a tiéd ugyanolyan hülyeség marad. Ezt tökéletesen értem, de ugye az objektív erkölcsiség, illetve az objektív erkölcs definíciója az, hogy tértől is... megint nem gondolkodsz el azon, amit mondok, hanem fogsz idézni egy definíciót csak azért, hogy rágörcsölhess egy lexikális, bemagolt... Akkor tudnál adni az objektív erkölcsiségre egy másik definíciót? Nem ez a lényeg. Elmész a lényeg mellett. Gergő, nem a definícióban van a hiba. Abban van a hiba, hogy azt gondolod, hogy azért, mert egy példában ez a dolog létezik, ezért alapelvként mindig alkalmazni kell. Nem, ezt nem állítottam. Jó, akkor itt félreértjük egymást. Egy nagyon egyszerű történettel meg tudom neked világítani, oké? Okay? Egy pillanat, majd a saját részedben kérlek, csak azt szeretném mindenképpen tisztázni, hogy én nem ezt akartam állítani, hanem egy példával akartam illusztrálni, hogy szerinted is van egy olyan erkölcsi alapelv, legalább azt, hogy ne erőszakoljunk gyerekeket, ami mindig, mindenkorra, attól függetlenül, hogy társadalom elfogadja, igaznak kell lennie. De van egy utolsó kérdésem ebben a 10 percemben. Nem következik az elsőből a második. Itt a hiba. Miért? A baj, amit mondasz, nincs logikai összefüggés a kettő között. Rendben, mutasd fel, kérlek, hogy miért nem. Azért akkor nincs. Akkor ráadozom az utolsó 2 percet. Jó. Oh. Köszönöm szépen, nagy lelkű vagy. De tényleg mondtam neked az elején is a szervezésnél, hogy ezen ne görcsöljünk be, mert nem... Nem, majd lesz alkalom még erről beszélgetni. Most egyelőre azt mutasd fel, kérlek logikus, hogy miért nem következik abból, hogy te egy objektív erkölcsi értéket felsoroltál, hogy objektív erkölcsi érték létezik. Ha nem fogadod el ezt annak, akkor hogyan definiálod az objektivitást?
Nem. Nem ez a probléma. Tehát az objektív erkölcsöt lehet definiálni úgy, ahogy te szeretnéd, nyugodtan definiálgasd. A probléma ott van, hogy amikor te objektív erkölcsöt emlegetsz, akkor le akarsz írni olyan szabályokat, amik mindig, mindenkor, mindenkire vonatkoznak. Ez a probléma. Azt akarod ezzel az egy példával igazolni, hogy az az eljárás, hogy rögzítek törvényeket, amik mindig, mindenkor, mindenkor, blablabla, bla, 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 mindenkire vonatkoznak, ez egy helyes megközelítés. De ettől ez még nem lesz az. Leírhatod te példaképpen azt, hogy soha ne öljetek meg csecsemőket, vagy mit tudom én. Tehát érted, amit mondok? Tehát leírhatod ezt a példádat így konkrétan. De nem feltétlenül lesz ettől még ez az eljárás, hogy te fogod, leírod, törvénykezésbe foglalod, igaz, és helyes, és követendő. Ki ez, az, aki le tudhatja írni azt, amit... Nem is állítottam. Mert ki az, aki abszolút minden egyes helyzetre felkészülten, minden egyes szabályt ilyen értelemben megfogalmazhatna egyáltalán? Nem lehet megfogalmazni. Ezzel egy abszolút egyetértek. Tökéletesen egyetértek. Mondjuk viszont... egy példát, amikor meg akarnál ölni három darab csecsemőt, mondjuk? Nem ez, nem ez volt a kérdés, viszont lejárt az időm Ágoston, majd akkor jó, innen folytatjuk. Jó, jó, oké. És hasonlóan vegyél vissza két percet, vagy hármat, vagy mit nem, tudom, nem. Én nem fáj ez neked? Nem fáj ez neked. Na, oké. Említetted volt, hogy az imádkozással kapcsolatosan neked gondod van az én felvetésemmel. Egyetlen kérdést ezzel kapcsolatban hagyd tegyek fel, hogy egy kis ellentmondásosságra rávilágítsak. Szoktál-e hálával imádkozni az Istenedhez? Mit értesz az alatt, hogy hálával imádkozni? Hogy hálát adok neki valamiért, amit igen. kaptam tőle például? Igen. Hát kaptál most tőle, hát most ezen hát, elokogódik. Igen, igen, de igen, igen. Mennyi ideig tart egy ilyen imád, amíg elmondasz? Ez attól függ. Na most... Mit tudom én? Nem exakt tudomány, tehát most ne azt várj tőlem, hogy számon kérem rajtad, hogy 47 másodperc, és nem fogom azt mondani, hogy mondd el 47 másodperc. Legyen 30 másodperc, jó? De erre fogalmam nincs, mert ugye ez attól függ, hogy mennyiért, miért. Világos, oké. A Földön jelenleg olyan mennyiségben élnek emberek, nem tudom már hol tartunk 8 milliárd fölött, hogy minden nap több mint 24 ezer 5 évesnél fiatalabb gyermek hal meg. A Földön. Minden nap. Túlnyomó részük éhínségben, szükségben, nyomorultan, és ezeknek a gyerekeknek a szülei úgy szintén imádkoznak az Istenükhöz. Nincs okunk azt feltételezni, hogy mivel az emberiség túlnyomó része még hisz ebben a hülyeségben, hogy éppen ezek az emberek ne imádkoznának. Az a napi 24 ezer gyerek az óránként 1000 gyereket jelent, percenként picit többet, mint 16, tehát durván átlagosan 4 másodpercenként meghal egy gyerek. Akiért imádkoznak. Te 30 másodpercen keresztül hálálkodsz az Istenednek valamiért, ez idő alatt meghal a Földön 7 olyan gyerek, akiknek a szülei szintén imádkoznak, és szeretnék annak a gyereknek az életét megmenteni. És szeretnék az Istenüktől ezt megkapni. Vagy a te Istenedtől. Nekem most ez tök mindegy. Mostantól kezdve, ha imádkozol, ez jusson eszedbe. Jó, én azt szeretném megkérdezni. Másodpercenként. És most jó. A kérdésem a következő. Jó. Hálát tudsz adni ezek után az Istenednek, miközben ő megtagadja azoktól az emberektől ezt a segítséget? Igen, hálát tudok adni az én Istenemnek azért, amit én kaptam tőle, és azt is tudom, hogy miért engedi a gonoszt a világban, és miért történik gonosz a világban, és miért nem hallgatja meg adott esetben az én imámat, vagy mások imáját, illetve ha meghallgatja, miért nem úgy felel rá, hogy azt én szeretném. Ami viszont fontos ennek a kérdésnek a szempontjából, illetve ennek a témának a szempontjából, hogy azért, mert én hálát adok Istennek bármiért, és ez alatt a hálaimám alatt a világon meghalnak emberek, gyermekek, akár nagyon szörnyű módon is, ez semmilyen formában nem cáfolja Isten létét, és ugye ma este kérdését nem érinti. Annak megítélését, amit te most elmondtál, a nézőkre bízom. Következő, van még idő? Persze, még van 7 perced, vagy 6. Jó. Amikor azt mondod, hogy a
transzcendens istened létezik, vagy Isten, vagy mindegy. Létezhetnek további transzcendens istenek is, más a transzcendenseden transzcendens módon további kívülállók? Értem a kérdésedet, igen. Ahogyan felépítettem én ma este az érvelésemet, az egy kumulatív érv volt. Ami azt jelenti, hogy elindultam a legalapabb definíciótól, és arra építkezve egyre több tulajdonságát bontottam ki annak a lénynek, akit én Istennek hiszek. Ugye, és az első definíció, egyébként érdekes módon, csak zárójelben mondom, egyik definíciómban sem hangzott el a mindenhatóság szükségszerű tulajdonsága Istennek, tehát még hogyha igazad is lenne ennek a definíciónak a kapcsán, az sem cáfolná Isten létét, hiszen én nem állítottam, és egyik érvemből sem következett, hogy Istennek mindenhatónak kell lennie, de az öt felépített érvemben található tulajdonsága Istennek... Mert nem értünk ezzel a technikával, mert nem volt rá szükség, de én csak annyit vártam... Nem. Az első érvem ebből a négy érvből, amit elmondtam ma este, tartalmazza Istennek, hogyha igaz a két premisszája, és elfogadjuk, akkor tartalmazza a teremtőnek annak azon szükségszerű tulajdonságát, amikkel kötelező bírnia, pontosan emiatt, mert hogyha nem bírna, akkor nem az első okozó lenne, de mi az első okozót keresik. És ez a tulajdonsága, az, ugye ezen tulajdonságai közt ott van, hogy ő végtelen, tértől és időtől független, és mivel első okozó, végtelen, és tértől és időtől független, ezért még egy végtelen és tértől és időtől független lény nem létezhet mellette. Hiszen két végtelen nem létezhet. Ezért is... Úgy kezdted a válaszodat, hogy igen. Nyugodtan nézze vissza majd mindenki a videót. Jó. Feltettem azt a kérdést, hogy létezhette további a transzcendensen túli, még transzcendensen más egyébként. Valószínűleg az igen válaszommal, bár nem akarom, hogy ez magyarázkodásnak tűnjön, az ezen már nem követte az igenemet, hogy igen, értettem a válaszodat. Jó, nem semmi gond. Nem, szabad összezavarodni, nincs ezzel gond. Váltsunk kérdést. Nem, abszolút nem. Ha már említetted, hogy meg tudod magyarázni a gonosz dolgokat a világban, akkor egy példát, hagyd mondjak, egyet magyaráz meg, nekem bőségesen elegendő lesz. Mondjuk leukémia, gerinc sorvadás és hasonló szenvedésekkel járó rákos betegedések gyerekekben, akik heteken, hónapokon keresztül, mint egy szenvedő csontvázak fetrengenek a kórházban, a szüleik bőgnek mellettük, súlyosan többszörös szenvedést élnek át, mint amit a mesekönyvet szerinti Jézus bármikor is átélt volna, összehasonlíthatatlanul tovább tart, összehasonlíthatatlanul több szenvedést okoz a gyermeknek, a szüleiknek, és a tudomány jelenlegi állása szerint garantáltan el fog pusztulni az az emberi lény. Adj rá magyarázatot, hogy te hogyan tudod ezt összeegyeztetni azzal, hogy az Istenet teremtette a világot, benne ezzel a jelenséggel. Isten a világot, legalábbis a zsidó-keresztény teológia szerint nem ezzel a jelenséggel teremtette. Tehát ez egy alapvető félreértése, és nem ismerete a keresztény kinyilatkoztatásnak, illetve a keresztény tanításnak. Ugyanis Isten teremtett? Isten a világot megteremtette igaznak, jónak, az embert is benne, a maga képére, és megengedett, hogy elmondjam akkor a... Nem, mert kitérő választ adsz. A kérdés az volt, nem mindent Isten teremtett? Nem. Isten ma már nem teremt. Tehát te, ahogy létrejöttél, az nem Isten aktív teremtése a világban. Amikor Isten a világot megteremtette, akkor nem ilyennek teremtette, hogy a kereszténységnek, a zsidóságnak. Arra, hogy miért van rossz a világban, van egy válasza, ugye ez az eredendő bűn, de a kérdés az az, hogy Isten miért engedi meg ezt a rosszat a világban. Kérdeztem. Miért hozott létre egy olyan világot, amiben ez megtörténik? Ő hozta létre. Miért nem vállalhatja fel a felelősséget érte? Isten a világot, amikor megteremtette, és elmondom két lépésben, nem ilyennek teremtette, tehát aktívan nem egy rossz világot teremtett, de abban igazad van, Ágoston, hogy egy olyan világot hozott létre, úgyhogy már tudta, hogy ez a világ el fog bukni, az emberiség el fog bukni, és lesz betegség a világon, és lesz szenvedés a világon. Ezt Isten tudta, mielőtt megteremtette ezt a világot. Ebben egyetértünk. A kérdés az az, hogy nekem tudnom kell-e szükségszerűen arra választ adni, hogy az a kisgyermek miért hal meg, vagy azt kell tudnom,
Nem. Miért nem. Van? Miért van? Nem. Ez egy szemenszedett hazugság, mert nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy hogyan fogadhatod el ezt az Istenednek csak azért, mert te Istenednek tartod. Hogy szeretnék válaszolni, hogyha hagynád, hogy egyszer a gondolatmenetemet végigmondjam, ugyanúgy, ahogyan egy szülő... Ez csak úgy elnézi neki. Ugyanúgy, ahogyan egy szülő tudja azt, hogy... Hát ugye akkor nem arra szeretnél választ kapni ezek szerint, hogy miért van gonosz a világban, hanem hogy történhetnek ezek. Lehet elfogadható számodra az a tény, hogy ezt az Isten megtette. Pontosan ugyanúgy, ahogyan számodra elfogadható lenne az a tény, hogy elviszed a kislányodat egy fogorvoshoz, és az a fogorvos szükségszerűen fájdalmat okoz neki. Én tudom, hogy Isten miért engedi a szenvedést a világban. Mi van? Te neked van képed összehasonlítani egy orvosilag, tudományosan szükségszerű mellékhatást, amiből a gyermek fel fog épülni, teljes értékű életet fog élni, semmilyen különösebb következménye nem fog neki hátra maradni. Van pofád ezt összehasonlítani azzal a szenvedő gyerekkel? Hát normális van? Hol van az erkölcsi érzéked? Hol van az erkölcsi érzéked? Hol van az emberi érzésed? Hol van az együttérzésed, amire a saját példádban hivatkoztál objektív erkölcsként, hogy csecsemőt nem ölünk meg? Ezt hova raktad most el? Mi ez a kettős mérce? Ha az ember követel valami ilyesmit, akkor te kiállsz, és hát nem, az ő objektív erkölcs. De ha az Isten... Rendben, Ágoston, lejárt az időt, köszönöm szépen. Elrendeltetetten ezt csinálja. Akkor az neked megfelel? Elfogadod? Mert a fogorvos fúrógépe fájdalmat okoz. Igen, a hangzatos kérdések és a felháborodás még nem ellenér. De akkor az én 10 percem következik. Csak ítélje meg mindenki ezt a hozzáállást és ezt a tartalmat, amit egy vallásos ember nyújt. Ítélje meg mindenki maga. Rendben. Akkor a kérdésem az lenne, hogy pontosan ugye azt állítottad, hogy soha nem létezett objektív erkölcsiség, és ugye hoztál egy példát arra, hogy az embernek a bizonyos esetben mondjuk erkölcsös cselekedete lehet megölni valakit. Ezzel abszolút egyetértek. Viszont az a kérdésem még egyszer, és ezt megkérdezném, hogy ha magát, bár nem vallod ezt, magát az objektív erkölcsiséget, ha ezt a szót meghallod, mi jut eszedbe, és hogyan definiálnád? Ez még egyszer, ez fontos, és szeretnék erre kitérni. Nem, szemantikai játékot szerintem ne játszunk. Ha definiálni akarod, definiáld, és beszéljünk róla. Rendben, én definiáltam az objektív szót, ami ugye azt jelenti, hogy független az egyéntől attól, hogy hányan hiszik. Jó, rendben, köszönöm szépen, ezt szerettem volna kérdezni. És akkor ennyi számomra, elég is ebben. Jó, mi lenne az az egyetlen érved, ugye én több deduktív érvelést is alkalmaztam ma este. Mi lenne az az egyetlen egy érved, vagy mi lenne szerinted a legerősebb érved, amellett, hogy Isten nem létezik, ugyanis ugye azt már megállapítottuk, hogy azt elmondtam, hogy az, hogy a minden hatóság, minden tudás nem fér egybe egymásra, ez nem szükségszerűen egy jó érv, vagy nem kell kötelezően elfogadni, csak azért, mert így definiálod a minden hatóságot. Tehát mi lenne a legerősebb érved, amellett, hogy Isten nem létezik, ezt így kijelentve? Továbbra is ellentmondásban marad ettől még önmagával, és még magával a feltételezéssel is, hogy neki léteznie kellene. Rendben, mi az ellentmondás? Egy icipicit kifejtem a dolognak az ellentmondásos részét, oké? Okay? Jó. Nagyon sok vetülete van neki, kifejtem az egyiket, ami a legizgalmasabb, és számodra valószínűleg nem lesz teljesen érthető. Amikor azt mondod, hogy az Istennel, mint feltételezéssel megmagyarázol egy problémát, például azt, hogy hogyan jön létre a világ, akkor ahhoz, hogy ezt a problémát megmagyarázd az Istennel, szükségszerűen ennek az Istennek ugye léteznie kell, és nem. A létezése önmagában egy csomó további problémát felvet. És a végén neked nagyon-nagyon-nagyon sokkal több problémád van, mint a kiinduló pontban volt. Ha te definiálni próbálod az Istenedet, akkor olyan szavakat kell használnod, mint transzcendens. Az nem definíció, hogy ezen kívül álló, az egy negatív meghatározás. Csak annyit mondasz, hogy nem ez. Nem tudod meghatározni, mi az, az valami csodás, szuper dolog. Majd definiálom egyszer, ha tudom. Aztán definiálnod kell azt a folyamatot, ami ellentmond mindennek, amit tapasztaltunk és a tudomány tud. Egy olyan teremtő folyamat, ami nem hagy maga után olyan egyértelmű nyomot, ami alapján visszakövetkeztethetünk arra, hogy az Isten hozta ezt létre.
De ebből hogy következik? Az, hogy Isten nem létezik. Tehát azért, mert hogy kinyitom a szótárat, és találok bele... A feltételezésedet vonom kétségbe. A feltételezésedet vonom kétségbe. Miért feltételezel egy olyat létezőnek, ami a mai tudásod szerint több problémát vet fel, mint amennyit megválaszol. Eközben tudod nagyon jól, te is nagyon jól tudod, hogy akkor, amikor ez a feltételezés több száz évvel ezelőtt megszületett, akkor még nem ez volt a helyzet, akkor még belepasszolt a képbe. Pontosan ismered a történelmet, nagyon jól tudod, jobban, mint én, hogy azok, akik ezeket a hülyeségeket kitalálták, mit tudtak a világról, és mit nem, és nem tudhatták, hogy ez ellentmondás. Értem. És hogy akkor még... azt kérdezed, hogy hogyan mond Isten ellen önmagának, például a teremtés által. Mindennek szüksége van teremtésre, csak neki nem. Ezt kiállította ma este. Mi az, aminek nincs szüksége teremtésre Istenen kívül? Kétszer mondtam el, először az első nyitó beszédemben, az első premisszámban, hogy azért így hangzik, hogy mindennek, ami elkezd létezni, minden kontingens létezőnek kell, hogy legyen oka. A tyúk, tojás például, ugye. A tojás nem terem csak úgy a kezedbe. Ágoston neked a te létezésed oka az, hogy vannak szüleid. Ha ezt tagadnánk, akkor azt mondanánk, hogy a semmiből valami létre tud jönni. De még mindig nem vezeted le, Isten, nem tapasztaljuk. Isten viszont, nem kontingens lény. Miért teszed meg ezt a kivételt? Mi az okod rá? Miért vagy hajlandó megint, ugyanúgy, mint az előbb? Rendben, Ágoston, ne haragudj, most elnémítottalak, mert az én kérdésem van, és tehát az én időm van, és megvárom. Nyugodtan kapcsolod vissza egyébként a mikrofonodat, de ha már feltettél egy ilyen kérdést, akkor hadd válaszoljam meg neked. Azért nem kontingens Isten, mert nem kontingens lény kell, hogy létrehozzon szükségszerűen végső soron kontingens létezőket. Tehát azért nem definiálhatod máshogy. Megmagyarázd azt, hogy mindennek oka van. Te szándékosan... Nem ezt állítottam. Elhatározott, hogy csak azért lesz ő oktalan, végtelen és mindenható, mert nekem most erre van szükségem. A vita során kétszer kifejtettem, hogy miért nem. Az ellentmondást benne? Nem fedeztél fel semmit. Csak egy problémára, ami adott, adtál egy kész magyarázatot, ami neked kedves. De nincs a magyarázatodnak indoka. Elmondhatom, hogy mi az indoka? Kíváncsi vagy, Rágoston, hogy mi volt az indoka? Nem, az nem indokolja. Az csak egy tulajdonsága, amit te definíció szerint létrehoztál. A semmiből hoztad létre az Istenedet. Rendben. Azt szeretném kérdezni, Ágoston, hogy lehet-e szerinted végtelen a múlt? Ez volt az első kérdésemnek. Egyetlen korrekt válasz minden olyan kérdésre, ami ilyen fizikai jelenségekkel foglalkozik, az, hogy még nem tudjuk. És én felvállalni azt a pozíciót, hogy ezt nem tudjuk. Teljesen igazad volt abban, hogy vannak fizikusok, akik ezt így és úgy levezették és megfogalmazták. Én is elmondtam neked, hogy mi az, amit Krauss megfogalmazott, leírt, és komolyan gondolja. Vannak, akik kiállnak mellette, vannak, akik nem állnak ki mellette. Te egy kvantumfizikai kérdést tettél föl nekem egy olyan tudományágból, amit kutatnak. Ágoston, hát azt szeretném akkor kérdezni, hogy hogyan cáfolod a filozófiai érvemet arra nézve, hogy nem lehet végtelen a múlt. Tisztában vagy hoztam erre egy érvet. Fogalmával. Tessék? Tisztában vagy te egyáltalán az idő fogalmával? Az a kérdésem, hogy te hogyan cáfolod a felvetett filozófiai érvemet, hogy nem lehet végtelen a múlt. Kedves nézők, figyeljetek, mert ez most nagyon meleg pite lesz. Az idő, ahogy Einstein fogalmazott, nem más, mint a mozgás leegyszerűsítése. Ha végig gondoljátok, ha meg akarjátok érteni az időt, akkor induljatok ki abból, hogy mi az időnek a mértékegysége. Egy év az idő, amit a Föld megtesz a nap körül. Egy nap az, amit a Föld forgásával a saját tengelye körül tesz meg. Tudjuk, hogy nem pontos, de most itt nem ez a lényeg. És a többi, és a többi. A mozgásnak egy emberek által meghatározott vonatkozása csupán az idő. Mozgás nélkül az idő nem létezik. Tehát amikor valaki azt kérdezi például, hogy a mi univerzumunk tekintetében az ősrobbanást megelőzően volt-e idő, vagy ő keresi azt az időt, hogy mondjuk egy perccel azelőtt mi történt, az körülbelül olyan, mintha a Földnek megpróbálnád megkeresni az élét.
És ugye mivel a Föld közel gömb, akkor ezért soha nem fogod megtalálni az élét. Ugyanilyen probléma felvetés ez is. Az idő természetéről nem véletlen, hogy Hawkins, Krauss és még sokan mások, te magad is tudod, könyveket írnak, nagyon sokat. Stephen Hawking 70. születésnapján adták elő Bored Good vilánként tételét, ami egyöntetű elfogadásra talált, és azóta sem cáfoltak, és azóta sem betették el a kozmológusok. Ez szerint a világegyetemnek van időbeli kezdete. Tehát hiába ez a szép példa, a kérdésem az, hogy ez hogyan cáfolja azt a filozófiai érvet, hogy végtelen múlt nem létezhet, hiszen a történelmi események láncolata nem mehet végig a végtelenségbe, hiszen a matematikusok szerint sem létezhet megszámlálható végtelen a valóságban. Azt a részt próbáld a dologban megérteni, hogy te és én itt ülve, akár filozófiainak hívod, akár fizikainak hívod, ugyanazt a problémát próbáljuk boncolgatni, ami egy kutatott terület. Nekem nincs kifogásom az ellen, hogy neked az az álláspontod. Nem akarok veled erről vitázni. Ebből az álláspontodból nem az következik, hogy Isten van, hanem az következik, hogy ez az álláspontod. Nekem is megvan a magam álláspontja, de szándékosan nem akarok róla beszélni, mert teljesen fölösleges. A vicces az a dologban egyébként, hogy a ciklikusság valahol mégiscsak felmerül. Krauss szerint például, ő kijelentette, hogy ezt a beszélgetést, amit te és én itt most lefolytatunk, ezt 2 trillió év múlva meg fogják ismételni. Már most nem arra gondolok, hogy ilyen digitális módon, ugyanígy, mint egy virtuális valóságban pontosan ugyanez a két ember, ugyanezt a beszélgetést, de ugyanezek a kérdések egy új univerzumban 2 trillió év múlva meg fognak ismétlődni. És erre milyen bizonyítékod van, hogy ez... Ne, megint rosszul közelít az alakhoz. Nem fogom neked Krauss könyvét megmagyarázni, baszki, nem tartom rá. Rendben, nem is kell, mert lejárt az időnk, és nem is lenne több idő hozzá. Teljeked van még 10 perced, Ágoston, amikor kérdezhetsz. Tessék? Igen. Na, hát ezért nagyon hálás vagyok. Biztosan a többiek is rendkívül hálásak. Na, hát akkor megvolt a nagyszerű isteni terved, ugye az erkölcsös istenedben, az nagyon remek volt, az jó sikerült, meg a teremtett világ szépsége is. Sőt, beszéltünk imádkozásról, és én azt is nagyon élveztem. Neked mi a véleményed egyébként erről a gonosz képről? Tehát ez engem mindig érdekelt, hogy egy keresztény ember mit gondol a gonoszról. Kifejtheted most nyugodtan mondjuk abban a 10 perc, mondjuk 2 percben. Arra gondolok, tudod, amit már ókori görög filozófusok is megállapítottak, ugye többen is, hogy ha Isten akarná és képes lenne legyőzni a gonoszt, akkor legyőzni. Ha nem akarja, akkor egy szaralak, ha nem képes rá, akkor mi a francért tartjuk Istennek. Ha egyik se, akkor meg ugyanolyan a lúzer, mint mi. Igen, ez az úgynevezett epikurosz dilemmának egy nagyon pontatlan és felületes megfogalmazása. Így. Amire én már az előző... Egy keresztény ember, nézett ebben a témában. Amire én már az előző kérdéseid során is igyekeztem, vagy megpróbáltam választ adni, csak ott közbevágtál, nagyon remélem, hogy most nem fogsz közbevágni. Először is az epikurosz dilemma önmagában, az, hogy az epikurosz dilemmát mondjuk, hogyha elfogadjuk, nem cáfolja Isten létét, sem logikailag. Csak felvetettem egy kérdést, most nem akarom Isten létét cáfolni. De azt ígérted, hogy kifejtem a válaszomat rá, köszönöm. Tehát ez a dilemma önmagában sem nem cáfolja Isten létét, sem logikailag, sem valószínűség szerint. A kereszténységnek van válasza arra, hogy miért van gonosz a világban, és mi miért nem, miért tudunk megbékélve élni a jelen világban megélt szenvedéseinkkel. Azonban az Ágoston kérdése kapcsán általában ez ugye a teodícia az egyik legnehezebb ága a teológiának, nem a keresztény teológiának, hanem úgy általában a teológiának. De beszéljük, hol van nehéz? Egyik teodícia által adott kérdés, illetve erre a kérdésre az egyik teodícia által adott válasz, egyrészt abból indul ki, és ez muszáj és szükségszerű, közben elindítom az órát, mert elfelejtettem, muszáj és szükségszerű azt figyelembe vennünk, mikor ezt a kérdést vizsgáljuk, hogy mi emberek, akik gondolkozunk erről, akár Ágoston, akár én, térben és időben korlátozottak vagyunk. Jó, akkor nem, itt fejezzük be. Nem hát ismerjük. Azt állítod, hogy nem gondolkodhatunk el rajta azért. Én nem ezt állítottam. Én azt állítottam, hogy akkor, amikor erről elgondolkodunk, ezt elsősorban figyelembe kell vennünk.
ezt állítottam, ezt mondtam, és ezt szeretném kifejteni, figyelembe. Ez egy fontos input a válaszba, nagyon, hogy nem ismerhetünk minden eseményt és minden történést a világon. Különösen, hogy el tudunk gondolkodni egyébként, és végig tudunk gondolkodni bármit, ami nincs itt, ez teszi a gondolkodásunkat különlegessé az állatokéhoz képest. Abszolút igazad van, igen. Hogy miért történnek adott események, arra nekünk, és még itt sem fejezem be a válaszomat, és miért történik egy adott gonosz megnyilatkozás a világban, miért tölnek meg egy csecsemőt, miért történnek természeti katasztrófák. De nem erről szól a dilemma. Nem feltétlenül kell erről szól, tudni. Ne haragudj, nem erről szól a dilemma. A dilemma nem azról szól, hogy miért történnek gonosz dolgok, hanem arról, hogy az Isten miért nem győzi le a gonoszt. Erre akarok válaszolni, hogyha megengeded, és azt ígérted egy perccel ezelőtt, hogy nem vágsz bele a szavamba, és hagyod, hogy egészében kifejtsem a válaszomat, ugyanis az a probléma, hogyha egy gondolatmenetet 10 másodpercenként megakasztasz, akkor képtelenség, hogy egészében lásd az érvet, akkor mindig leragadsz egy fogalomnál, egy gondolatnál, abba próbálsz belekötni, az egészét így nem fogod ismerni, és olyan szalmabáb érveket vezet, mint amiket ma láttunk a részedről. Tehát, egyrészt ugye mi nem ismerünk mindent. Van gonoszság a világban. Nem is mindig tudjuk, hogy miért történik. A kérdés az, hogy Isten ezt miért engedi meg. És a teodíciának, az egyik teodíciának az erre adott válasz, ha nem más, mint hogy azért és azért engedte meg, és én ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem is feltétlenül a legjobb válasz erre, de azért engedte meg Isten ezt, hogy minden egyes tulajdonságát, amivel ő rendelkezik, mégpedig, amiket Ágoston is említett a ma este folyamán, például kegyelmes, igazságos Isten, azokat, ami ellentmond előtt, majd erre is kitérhetünk, hogyha felteszed a kérdést, hogy én ezt hogyan oldanám fel, akkor nagyon szívesen válaszolok rá, de a lényeg az ezen kérdésed szempontjából, hogy azért engedés nem akadályozza meg Isten most a gonoszt, mert minden egyes tulajdonságát egyrészt felszerette volna az ember előtt tárni, másrésztről pedig, mert van egy terve ezzel az egész világgal, a történelemmel, elejétől a végig, ami tervet mi nem feltétlenül ismerünk teljes egészében. Szándékosan nem engedi. Mert itt csak ennyi volt. Ez 4 opció, amelyek kizárják egymást, és mindenképpen választandó az egyik. Isten szándékosan nem akarja megakadályozni a gonoszt. Ennyi lett volna. Ezért szakítanak félbe. Te olyan mennyiségű szöveggel próbálod meg körülírni és megmagyarázni ezt a dolgot. Itt nem ez a lényeg, itt az a lényeg, hogy szerinted Isten szándékosan engedi a gonoszt. Köszönjük szépen! Én nekem ennyi volt a kérdésem. Mindenki, akinek van épesze, az meg fogja tudni határozni, hogy ez mit jelent. Ennek következményein semmit nem változtat az a rizsa, amit te mögé fűzöl, hogy most itt így latinul, meg úgy izébe, meg ki, hogy mit gondolta, meg mit tudom én. Az erkölcsi probléma ettől még ugyanúgy áll. Akinek van kritikus gondolkodása és képes szembesíteni Istent ezekkel a tetteivel, az ezt meg fogja tenni. Akinek nincs, az majd bólogat neked, hogy igen, ezt nagyon hosszan lehet magyarázni. A helyzet az, Ágoston, hogy tehát ezek nagyon jó kérdések, amiket felteszel, viszont egyikük sem cáfolja Isten létét. Beszéltél Jézusról. Kérdezhetek még egyet Jézusról? Csak egyet? Persze, nyugodtan. Van egy történet, értem, mert ugye sok ilyen történet van, de van egy olyan, amikor, majd nyugodtan pontosíts, ha rosszul idézem, Jézus ül akárhol, valahol bent, ezúttal bent, nem kint a mezőn teázik, Jézus ül valahol bent a híveivel, tehát már vannak neki éppen, jó szekta vezér módjára, és jön hozzá a családja, akik valahol máshol vannak, hogy épületen kívül, vagy valami hasonló helyzetben, édesanyjával, Szűz Máriával, mit tudom én, tehát így jön a család hozzá, és akkor kívülről bejön valaki, aki azt mondja Jézusnak, hogy itt a családod, mire Jézus azt válaszolja a jelenlévőknek, akik bent vannak, hogy ti vagytok az én családom. Megvan így ez a jelenet? Igen, az anya és a testvérei mennek, és Jézus azt mondja az ott ülőknek, hogy nagyon jó, köszönöm, anya és testvérei, köszönöm a pontosítást, igen. És itt nagyjából most a történet ebből a szempontból véget ér, mert aztán nem tudom, hogy a anya és testvére hova megy, nyugodtan mondd el, de Jézus minden esetre marad a híveivel. Mi a kérdés? Ja, a kérdés, igen. Hogy hol a hiba a történetben? Ahogy annak idején a Kalambó sorozatban a Kalambó főszereplőnek a szájába adták, egy tett helyszínén vagy azt kell megtalálni, aminek ott kéne lennie, de nincs ott, vagy azt, ami ott van, de nem kéne ott lennie, vagy azt, ami rossz helyen van. Ez a történet emberi logika szerint így nem történhetett meg. Hiányzik belőle valami, még ennyit segítek, hiányzik belőle valami, aminek szükségszerűen, hogyha a szereplők épeszűek, meg kellett volna történnie, különösen abban a tekintetben,
hogy a történetben nem egy különös szereplő van, tehát nem egy különleges képességű ember van, hanem kettő. Segíts! Jó. Elárulom neked, szabad a gazda. Erről szó volt egyébként, aki nézi majd a csatornámat, a Jézus a szélhámos trilógia harmadik részében. Jézus anyja abban a helyzetben, abban a pillanatban, ő volt az egyetlen az egész földön, aki biztosan tudta, hogy Jézus Isten fia. Ugye nem kell elmagyaráznom, hogy miért? És hol itt a hiba? Hogy nem csinált semmit. Nem mondta azt, hogy gyerekek, állj, ne bántsátok Jézust, ne vitázzatok vele, én tudom, igazat szól, ő az, akinek... Ebből azt kell feltételezned, hogy bár Mária ugye, tudta, hogy természetfeletti módon született és fogant Jézus, minden, az életének minden pillanatában egyrészt hinnie kellett Jézusban, és tudnia kellett ezt, és el kellett fogadnia mindent. Bántani akarják a fiát érte, vitába keveredik. Ezt nem akarják bántani a fiát. Utána mi történik, nem emlékszel? Na mi történik? Utána ugyanis az történik, hogy más főpapok is megjelennek, és hasonlítják önmagukhoz Jézust. Az egész dolog átcsap egy olyan helyzetbe, amikor Jézus egy szektavezérnek tűnik, mint amilyen ma lenne bármelyik, mit tudom én, Aaron Hubbard a szientológusoktól, ha még élne, vagy bármelyik másik lúzer majom, aki Jézus feltámadásának képzeli magát. És abban a helyzetben, amikor Máriának igazolnia kéne, őt nem teszi. Szándékosan nem kérdeztem tőled ószövetségi történetet. Nem kérdeztem, szerinted lehet oka erre? Rontotta meg a két lányát a barlangban. Igen. Egyébként azt is kérdezhetném, de nem akarok belemenni, mert az erkölcsi fertő, ami árad a Bibliából, abban teljesen igazad van, hogy az nem ennek a mai estének a tárgya. Igen, annyiban szeretnélek kiavítani, hogy itt a történet véget ér. A felolvasásában jó vagyok, de az idézésében... Nem, itt a történet véget ér, tehát tulajdonképpen amit te még rá akarsz húzni, és amire építetted az érved, az nem igazán van ott. Jó, tehát akkor ebből a szempontból te helyesnek gondolod azt, hogy amikor itt felmerült az, hogy Jézus az most az, akinek mondja magát, vagy nem, akkor Mária nem szólt erről senkinek semmit. Még a nem az a kérdés merült fel, hogy Jézus az-e, tehát hogy ezt pontatlanul tudod, nem az a kérdés merült fel, hogy Jézus az-e, akinek mondja magát, nem is kérdezték meg. Ugye megérkeztek az anyja és testvérei kint megállva, beküldték hozzá és hivatták őt körülötte a sokasság őt, így szóltak nekik, íme az anyád és a fivéred és nővéreid odakint keresnek téged. Ő így választott neki, ki az én anyám és kik az én testvéreim. És végignézett a körbeülőkön és így szólt, íme az én anyám és a testvéreim. Egyrészt ezzel ugye az a kérdés, hogy miért mondta Jézus azt, amit... Nem, ez nem kérdés. A kérdés az, hogy Mária miért nem mondta azt a testvéreinek, hogy hagyjátok, neki igaza van, ha ezt mondja. Mondta azt, hogy nincs igaza? Itt a azt hiba. Azt feltételezett, hogy ezt mondta, nem volt aktívan ellenálló. Ne, teljesen igazad van, ő nem volt aktívan ellenálló. Nem mondta azt, hogy ne arra, hogy gyerekem egy kicsit megkattant, hát hagyjátok nyugodtan, ne bántsátok, hát ebből majd kihúzzuk valahogy, de nem most, mert most mennünk kell enni. Ezt nem mondta. De megint, mindenki az épeszével döntse el, hogy kellett volna-e pozitív megnyilatkozást tennie ebben a helyzetben, vagy nem. Pontosan, de ez viszont amit te teszel Ágoston ebben a helyzetben... Te magad idézted. Jézust, amikor feltámadt, utána üres volt a sír. Amikor először beléptek az üres sírba, ki volt jelen? Az üres sírba, amikor beléptek. Igen, elgördítik a követ. Kik voltak jelen? Asszonyok. Mármint, hogy asszonyok mentek a sírhoz, ők voltak ott jelen. Tehát azt mondod, hogy csak asszonyok. Nem volt jelen angyal. Mint emberek, asszonyok mentek a sírhoz, és jelen volt több angyal is, igen. Na akkor olvasd el mind a négy evangéliumnak az ide vonatkozó részét. Nem kell most felolvasni az adásba, ha akarod... Nem, mert le is járt az idő. Én értem, mire akarsz kiukadni. Annyival lezárnám, mert lejárt az időt, hogy lesz erről lehetőség mind beszélni az időadás után. Mind ellent mondani fog egymásnak. Hogy a momentum, a legfontosabb elem a történetben, és az egyik érved, ami a négyes számú, ha jól emlékszem, igen, a négyes számú érved,
történet leírásában, a legfontosabb momentumban, a saját evangéliumodban ellentmondás van. Benne vagy abban, hogy ezt az egyetlen kérdést, hogy ott van-e ellentmondás, ezt igen, 3 percben átbeszéljük most? Persze. Jó. Akkor ennyit kérek csak, és akkor elnézést a nézőktől, de úgy látszik, hogy ez egyetlen érved a Jézus feltámadással kapcsolatban. Nem, nem. Megkérdezném, hogy mi szerinted... Ez az egyik érvem, amit elmondtam. Mit jelent, hogy... Mit jelent, az Ágoston, a csatornámra is 3 videót megnézhet róla. Mit jelent az, hogy mikor áll fent ellentmondás 2 állítás között? Ezt tudnád-e definiálni? Te most komolyan azt gondolod, hogy ez... Hogy nem tudod, hogy mi az ellentmondás pontosan. Jó. És hogy nem tudod most helyesen definiálni. Akkor áll ellentmondásban, ha mind a 2 tartalma nem lehetséges egyszerre. Nagyon jó. Lehetséges-e? Nem, mert közben történt, hogy kinyitották, és üres volt. Az egész történet arról szól, hogy kik fedezik fel, hogy üres. Értem. Ami a probléma az állításoddal kapcsolatban, hogy egyik evangélium sem, hogyha valaki kinyitja mind a 4 evangéliumot, nem közli azt, hogy csak 2, csak 4. Ezt úgy képzeljük el, mintha elmennénk kocsmázni, beszélgetni akár Ágostonnal, meg még jönne velünk 5 ember rajtunk kívül, és az 5-ből az egyik azt állítaná, azt mondaná hazamenve a feleségéhez, hogy Ágostonnal is Nagy Gergellyel kocsmáztam. Ittunk 1 sört. Aztán Ágoston te hazamennél, és azt mondanád a feleségednek, hogy Nagy Gergellyel és még 5 magammal kocsmáztunk. Ez ellentmondásban áll egymással? Nem, hiszen az első szemtanú, aki ott volt a kocsmázása, nem azt állította, hogy kizárólag Ágostonnal és Nagy Gergellyel kocsmáztam, te sem állítod ennek az ellenkezőjét, tehát ilyen szempontból nem áll fent kontradikció a 2 állítás között. És ugyanígy működik ez az evangéliumokkal, mivel az állításod nem igaz, hogy kizárólagos állítást lennének arról, hogy hányan voltak ott, ugyanígy, ha a szövegeket összefésüljük, ez feloldható. Ennyit jó, szerettem volna elmondani. Az a hozzáállásod a dologhoz, hogy ennek a kulcsmomentumnak, hited egyik legfontosabb epizódjának ilyen jellegű pontatlan leírása, amelyben a 4 verzió nem egyezik, még akkor is, hogyha elméletben lehetséges lenne, hogy az egyik, hogy a 4-ből 3 szenil is, és elfelejtette leírni, amit a másik leírt, ennek ellenére te azt gondolod, hogy ez így kielégítő. Hagy idézzem Dan Barkert, aki az Amerikai Egyesült Államokban él, és a magyarra fordítva a nemzeti, nem ateista, hanem szekuláris, nem tudom, hogy egyesület, vagy mozgalom, vagy minek a vezetője. Dan Barker pap volt. Nem 2 napig, nem 2 évig, nagyon sokáig. Saját bevallása szerint olyan fajta pap volt, aki mellé nem akartál volna leülni a buszon, mert nem volt irgalom, azonnal térített mindent és mindenkit, aki mozgott maga körül. Ő maga azt mondja, hogy ez az egyik legfontosabb ellentmondása ennek a könyvnek, és ez ébresztette rá arra, hogy ha ezt a könyvet nem úgy olvasod, hogy egyik evangéliumot a másik után, hanem egymás mellé helyezed, és az azonos időszakban, azonos eseményekre utaló részt összehasonlítod, akkor ilyen jellegű melléfogásoknak egyszerűen nem szabadna lennie, lehetetlen lenne akkor, hogyha itt bármiféle tényleges isteni kinyilatkoztatás, és nem pedig egy tévedésekkel teli emberek által készített fércműről lenne szó. Jézus feltámadását komolyan venni, különösen abban a tekintetben, hogy még csak nem is egy ember feltámadásáról szól a történet, teljes te azt állítod, hogy Jézus feltámadás, akkor mások is feltámadtak, jól értem? Mert ezt már másodjára mondod, de nem akarlak félremagyarázni. Igen, jól érted. Akkor tévedsz, mert a Bibliában a holtak feltámadása, amiről te beszéltél, és amikor megnyíltak a sírak, azok igen, napokkal a feltámadás előtt történtek. Jaj, bocsáss talán... meg, ne haragudj. Igazad van, akkor tévedtem. Talán érdemes lenne. Jézus feltámadása azért különleges, mert nem azokon a napokon történt, hanem amelyikkel... Nem, én sem ezt állítottam, annyi, hogy... Köszönöm szépen, hogy kijavítottam. Hogy nem, azzal nem értek egyet, hogy pontatlan, meg elfelejtették. Van, de a téma akkor történt, tökéletes. A téma szempontjából számunkra az a fontos, hogy az az állításod,
hogy itt ellentmondás áll fent, logikai ellentmondás. Annak idején, amikor ez a bibliai történet játszódik, teljesen mindennaposak voltak a leprából ránézésre gyógyulások, a feltámadások és minden egyéb. Ez annak a hétköznapi dolog, hát ez nem értem, mi ezzel a probléma. Hát ez annak a kérdésnek a szempontjából, amiért kértük a 3 perc szürelmét a hallgatóknak, hogy ellentmondás van-e tényleg a beszámoló között, vagy sem, ez irreleváns, ameddig eljutottunk. Hát akkor ne lenne irreleváns, ne viccelj be. Isten definíciója szerint nem lehet benne ellentmondást. 5 percünk marad. Nekem 5 percem lezárni a vitát, aztán Ágostonak 5 perc elmondani a záróbeszédét, és aztán ne felejtsétek el, hogy lesz alkalmatok live chatben kérdezni tőlünk, a videó alatti leírásban található egy YouTube link, oda fogunk majd átmenni, és egy kis ideig beszélgetni, illetve válaszolni a kérdéseitekre. És akkor 5 percem van. Először is nagyon köszönöm Ágostonak még egyszer, hogy elvállalta ezt a vitát, nagyon érdekes, és nagyon tanulságos volt, remélem mindenki számára. Szóval érdekes és tanulságos volt mindenki számára. Ágoston érvei az ateizmus mellett, tehát amellett, hogy Isten nem létezik, mindössze kimerültek a logikai ellentmondásokban, az Isten mindenhatóságában és minden tudásában, ami viszont nem szükségszerű tulajdonsága Istennek, illetve ahogy láthattátok, fel is oldható, hogyha nem követjük el a semantic range fallacy-t, és figyelembe vesszük egy szó jelentésének minden jelentés árnyalatát. Emellett a többi kritikája, ami bár nagyon érdekes és nagyon komoly kritika, és egy megfontolandó kritika, önmagában a ma este kérdését, hogy létezik-e Isten, nem érinti. Ugye én 4 érvet hoztam fel az álláspontom igazolása mellett. Az első az volt, hogy Isten a legjobb magyarázat arra, hogy miért létezik az univerzum, és hogy milyen oka kell, hogy legyen az univerzumnak. Ugye erre az első premisszámra, ami szerint az univerzum létezésének van kezdete, a filozófiai érvemre nem kaptunk kielégítő választ, a tudományos érvek szempontjából a nem tudjuk volt egyszerűen Ágoston válasza, amit ugye cáfolnak a kozmológusok, a jelenkori kozmológia. Azt nem állítom, hogy kizárólagosan ez kellett, hogy történjen a kozmológusok szerint, az viszont igaz, hogy a jelen tudományos álláspont szerint valószínűbb az én állításom, mint ennek az ellenkezője. A transzcendensok kapcsán, a második premisszám kapcsán sem tudott érdemben választ adni, illetve nem tudta érdemben cáfolni ezt Ágoston, hiszen a transzcendens maga a fogalom jelentése és a transzcendencia szükségszerűsége, mivel ugye ez következik, hogyha a végtelen láncolatát a múltbeli eseményeknek megszakítjuk, ez azért, mert nem szereti a fogalmakat Ágoston definiálni, attól ez még így lesz, tehát bárki kinyit egy szótárat és megnézi a szó jelentését, ezt találja. A finom hangoltság okán ugye azt állítottam, hogy az univerzum finom hangoltságának vagy fizikai szükségszerűség, vagy véletlen, vagy tervezettség az oka, azok nem fizikai szükségszerűség és nem véletlen. Ezek közül egyiket sem érintette Ágoston, nem cáfolta, hogy fizikai szükségszerűség kellene, hogy nem lehet fizikai szükségszerűség, és nem cáfolta, hogy nem lehet véletlen, vagy igen-igen kicsi a valószínűsége annak, hogy véletlen legyen. Az objektív erkölcsi értékekről felhozott érvem kapcsán, ugye így nézett ki az érvem, hogyha Isten nem létezik, nem léteznek objektív erkölcsi értékek. Második állításon ez volt, hogy léteznek objektív erkölcsi értékek, tehát Isten létezik. Ágoston elfogadta a definíciómat az objektív erkölcsi értékekre, és így például a gyermekek megerőszakolása kapcsán el is ismerte, hogy léteznek objektív erkölcsi értékek, azonban arra nem adott választ, hogyha egy gyermeket megerőszakolni rossz, akkor ez a rossz miből következik, és ha objektíve rossz, miből következik, tehát ez az érvem is jelen pillanatban áll. Jézus feltámadása kapcsán 3 tényre, amit ateista kutatók legtöbbje is elfogad, alapoztam, miszerint erre a legjobb magyarázat, erre a 3 tényre Jézus feltámadása. Ugye a keresztrefeszítés utáni vasárnapon a nők, a tanítványok Jézus sírjánál való látogatása és meggyőződése arról, hogy Jézus feltámadt, ez volt az egyik. Az üres sír, amit ezen a napon láthattak, ez volt a másik, és a harmadik, hogy annak ellenére kezdték el Jézus tanítványai hirdetni, hogy meghalt és feltámadt, hogy erre bármilyen egyéb racionális oka lett volna. Újszövetségkritikus ateista kutatókat hoztam, akik tisztában vannak
azokkal a dolgokkal, hogy milyen állítólagos, látszólagos ellentmondások fedezhetők fel az új szövetségben, mégis ezt a három tényt külön-külön mindegyikük elismeri. Ágostani nem tudott erre egy alternatív magyarázatot adni, sem az üres sírra, hogy Jézusnak üres lenne a sírja, sem arra, hogy a különböző helyeken, különböző csoportok azt tapasztalták és meggyőzően vallották, hogy Jézus feltámadt, sem arra, hogy nem ezt kellett volna várniuk, hogyha kitalálták volna, akkor nem ezt kellett volna, nem ezt a forgatókönyvet kellett volna kitalálniuk. Tehát úgy gondolom, hogy arra a felvetésre, amit Ágoston a vita elején megfogalmazott, hogy Isten nem létezik, nem adott megfelelő és helyes érvet, illetve az én felsorolt, az előbb felsorolt érveimet sem tudta hiba nélkül kielégítően cáfolni. De hogyha valaki úgy érzi, hogy ezt meg is tette volna, és mind a négy érvemet cáfolta, ez még nem jelenti azt, hogy bebizonyította ezáltal, hogy Isten nem létezhet. Még egyszer köszönöm Ágostonnak, és még egyszer köszönöm nektek a figyelmet. És most Ágoston az utolsó 5 percre megkapod a szót. Köszönöm szépen, én is köszönöm a lehetőséget, baromira nagyon élveztem, nagyon szórakoztató volt, nem csak vihogtam, hanem üvöltöztem is, ami különösen jól esett, ugyanis nagyon-nagyon király kiár már, bocsánat, a keresztényeknek az, amit itt most kapott tőlem a kedves vitapartnerem, erkölcstelen hulladékvallás az övék, ugyanúgy, mint a többi rendkívül káros. Az, hogy mennyire erkölcstelen, azt itt a beszélgetésünkben, a kérdésválaszoknál mindannyian megítélhettétek, saját magatok is, mind a vitapartnerem részéről, mind pedig az Istene részéről, amit bemutatott. Az objektív erkölcsi értékekre vonatkozóan továbbra is ferdít, az, hogy felhozott egy olyan példát, aminél ez a megközelítés helyes lenne, ettől még ez nem lesz mindig az. Ezt ő nem fogja megérteni, a kritikus gondolkodása súlyosan sérült, ez szerintem mindenkinek egyértelműen lejön, aki egy picit is ért a dologhoz. Nem lesz képes elszakadni attól sem, ami egyébként szintiszta hazugság, hogy én, az ő vitapartnere nem szeretek fogalmakat definiálni, én nagyon szeretek fogalmakat definiálni, nagyon szeretek egyértelmű kifejezésekről beszélni, ő nem tudja megkülönböztetni a definíciót attól a halandzsától, amit az Istenről összehordott. Ami a Jézus feltámadása sztorit illeti, természetesen az, hogy ugyanabban a történetben máskor megnyíltak a sírók, az szerinte egyáltalán nem lényeges, semmi köze ehhez a dologhoz és nincs jelentősége. Az, hogy milyen kutatók miket állítottak, az az egész dolgot azért tartom irrelevánsnak, mert maga az a történet, hogy a sírok megnyíltak, emberek járkáltak és Jézus feltámadt, egy olyan hülyeség, amit kizárólag az akkori időszakban élő, elnyomott, tudatlan, tanulatlan, erkölcsileg és minden szempontból meggyarázott, hisztérikus nők voltak képesek elhinni, és az ő interpretációja az, amire itt most mindenki bőszen hivatkozik. Teljesen fölösleges ezzel a dologgal komolyan foglalkozni, aki szerint valaki feltámadt 2000 évvel ezelőtt, az gyakorlatilag hülye. A többi érvelésével kapcsolatosan mindaz, amit elmondott, egy-egy ponton mindig hibázott, ezeket a pontokat fogalmaztam meg, ezekkel a pontokkal ő folyamatosan nem foglalkozott, kitért előlük. Nem érzem különösebben jelentősnek azt, hogy egy adott fizikusnak az adott története mi. Persze nem bírta ki, szerencsétlen, muszáj volt neki belegörcsölnie, hogy már pedig az a fizikai tétel úgy van. Most akkor mondjam erre én azt, komolyan, mondjam erre én azt, hogy 2003-as volt az ő fizikai tétele, és Krausz könyvben meg 2009-es, és akkor most pont ezért lesz annyira nagyon izéfaszányos az enyém. Ugyan már ne gyerekeskedjünk. Ez egy kutatott terület. Semmi jelentősége nincs annak, amit ebben a témában ő felhozott. Bármit hozhatna fel, egy kutatott területen mindig vannak még kétségek. Istennek nincs definíciója, ő sem tudott ilyet hozni. Zagyvaságokat beszélt. Mindenki ítélje meg saját maga, hogy egy olyan szöveget, aminek semmiféle tartalma nincs, és semmiben nem különbözteti meg az ő csodaistenét a repülő spagetti szörnytől, azt hogyan lehet komolyan venni, és hogyan lehet vele egyáltalában fogalmazni. Amit én mindenkinek továbbra is tudok javasolni, és ezben az egész Isten témát ezzel le is zárnám ebben az egy mondatban, hallgassa meg az ő állításait, meglátásait is, menjen át a csatornámra, meg fognak maradni a videók, nézze meg őket nyugodtan, és ha bárki másnak hasonló beszélgetésre támadna igénye velem, bármilyen hasonló kapcsolódó témában, akkor engem az olgacardying@gmail.com e-mail címen lehet majd továbbra is
megtalálni, a csatornával nem fogok foglalkozni, de különösen javaslom azoknak, mert velük biztosan kapcsolatba fogok lépni, akikkel volt már korábban is hasonló eset, akiket megkárosított ez a vallás, vagy bármelyik másik, családtagjaikat elrabolta tőle, írjanak nekem, megpróbálok segíteni, közvetlenül is tanácsokat adni, illetve összetudom őket hozni olyan emberekkel, akik átéltek hasonló szörnyűségeket, amiket ezek a vallások okoznak, és akikkel együtt talán még jobban fognak tudni előrelépni, és visszahozni az életbe azokat, akiknek a gondolkodása ilyen módon sérült, mint például Vita partnerem is. Köszönöm szépen, és kellemes estét kívánok mindenkinek! Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm Ágostonnak, és köszönöm nektek is a figyelmet. Ne felejtsétek el, hogy ha szeretnétek kérdezni, szeretnétek hozzászólni, akkor nem sokára, körülbelül 5 percen belül a videó alatt található linken fogunk jelentkezni. Ott várunk titeket, iratkozzatok fel, kövessetek minket, hogyha szeretnétek még ilyen vitát látni, írjatok nekünk, és még egyszer szép estét mindenkinek, aki pedig követni fog, akkor az a másik YouTube linken tegye és oda kapcsoljon. Köszönjük, sziasztok!